Kedv Vietnám, szevasztok gyerekek, üdv a csatornán! Meginvitállak benneteket egy újabb chilles 7 Days to Die részre, amiben egy csomó mindent fogunk csinálni, ugye? Remélem, hogy nem lesz nagyon kaotikus, megpróbálom megint egy kicsit ilyen nyugisabban venni a dolgokat. Viszont szeretnék bevezetni egy új hagyományt, és most fog először ez megtörténni, hogy konkrétan minden rész elején az előző részre jött komment szekcióból választok egy kommentet, amit elolvasok, ez az én választásom lesz, és ti is tudtok választani egy kommentet, hogy mi az, amelyiket beolvassam, és ezt úgy fogjátok tudni megoldani, hogy a top kommentet, tehát amire legtöbb like érkezik komment a többiektől, az beolvasásra kerül. A top komment az nem más egyébként, most az előző videó alá kerültek közül, Bíró Imreé, aki írta, hogy az inventoryba le tudom lokkolni a dolgokat, és akkor nem kell állandóan nézegetnem, hogy mi az, amit kidobok, meg mi az, amit nem dobok ki. Ez rohadt nagy segítség egyébként, köszönöm szépen. Viszont én is szeretnék választani egy kommentet, és ez nem más, mint Karaba Krisztiáni, aki mondta, hogy nem vettem észre, de szerintem körülbelül senki nem vette észre, hogy megtanultuk a betonkeverőt az előző részbe, amikor csináltuk a küldetést. És köszi szépen, tényleg, Csatkai Szűzmária áldassa meg a nevedet, hogy ezt így megírtad nekem, mert különben tényleg rohadtul nem vettem észre. Na gyerekek, nem csináltam semmit konkrétan így az előző... várjatok, akkor azt kellene csinálni, hogy ezt fogom, és tényleg amik... nekem kellenek, azokat mindenképpen lokkolni fogjuk. Hogy kell lokkolni? Ezzel? Várjál. Aha. Ezzel le tudom lokkolni, és akkor ezeket nem tudom kidobni. De várjál, nem. Magát a slotot lokkolja. Ez nagyon jó. Tehát akkor várjál, így a slotot lelokkolom. Mondjuk ezt a kettőt. Akkor, hogyha arra a slotra rakok, akkor ezt nem fogja kipakolni nekem. Ez nagyon jó, nagyon szépen köszönöm ezt az információt. Hát, basszus, láttam, hogy van egy ilyen vagy funkció, de igazából nem tudatosodott bennem, hogy ez pontosan mit is takar. Tényleg, thank you very much, hogy ezt így megosztottad velem. Na gyerekek, kicsit össze kellene szednünk magunkat, a pia alapanyagot azt dobáljuk ki, meg igazából mindent is ki kellene dobni. Akkor ja, ide, ugye például ezt a kettő dolgot, meg lehet, hogy ide is kellene nekem rakni egy ilyet, és akkor az is mindig nálam lenne. Most már ez egész jó az inventory kihasználtságunk, várjatok? Jaj, de jó, és nem is pakolja el, ezt is imádom, hogyha sorba rakom, akkor nem rakja el. Hát ez egy olyan hasznos funkció, én ezt nagyon imádom, tök jó. Köszönöm szépen, tényleg imádom, köszönöm szépen. Sőt, a lockpicking-es csokimra is dobok egy... Ez hú, te... Hallod? Ez nekem nagyon jó lett. Ez nekem nagyon jó, hogy így. Figyeljetek, a készpiát is kirakom, és akkor majd mindjárt veszünk ki, meg azt hiszem, hogy közben ittem főttek dolgok. A kaját már kiraktam, nagyon jó. Oké, na várjatok, a szervetlen craftva rakjunk ki dolgokat, mert azt látom, hogy ez van bőven. Hú, ez meg az eladó dolgokba kellene, ugye? Meg egyébként az eladó dolgokba... Én szerintem a kőhöz raktam olyanokat, amik... Nem a kőhöz, a vashoz. Nem, bazár. Hol raktam? Szervetlen craftba. Mintha úgy emlékeztem volna, hogy voltak ilyen egy-két dolog még, amit tudtam volna, de hát jó van. Igen, az eladó dolgokhoz ezt is berakom. A fegyverhez... Pillanat, ne haragudjatok, hogy most ezt így elrendezem, de tényleg nem akarom elkapkodni ezt sem, mert ebbe is mindig az van, hogy megy a hülyeség, és emiatt nem nagyon vagyunk hatékonyak. Ja, meg kellene nézni a betonkeverőhöz, mi kell, de viszont akkor rengeteget kellene bányászni. És az a nagy probléma a bányászattal, megmondom őszintén, hogy egy darab izénk nincs rá, gyerekek. Egy darab skillünk nincs a bányászatra, ami nagyon nem jó. Jó. Kellene egyébként glút csinálni rengeteget, meg rá kellene menni, hogy a clod fragmenteket gyűjtsük. Mert az például nem jó, hogy nincsen. Mert ugye rengeteg... mi az? Duct tape kellene nekünk. Pi alapanyag. Legyen itt. Jó. És akkor vigyünk kész kaját. Szerintem viszünk ilyet, mert az elég jó buffer kaja. És akkor ugye már kapásból csináljuk azt, hogy ezt lerokkoljuk. Viszünk készpiát, ugye... Viszünk egy 10-es kávépakkot, és akkor ezt is lelokkoljuk. Gyerekek, ez egy epik jó cucc, hallod? Ez egy epik jó cucc. Nagyon szépen köszönöm, még egyszer.
Na, a betonkeverő viszont... Akkor nézzük már meg a cement mixer. Gyerekek, hát ezt simán meg tudnám csinálni, ugye? Le kéne trekkelni, aztán figyeljetek, akkor menjünk is rá szerintem. Igaz, hogy 19 vasunk van. Bár megmondom őszintén, hát figyelj. Ja, azt akartam mondani, hogy éjszaka is tudnám ezt csinálni, lényegtelen, hogy mikor csinálom. Mert éjszaka is tudunk küldetésezni, bár akkor nem tudunk fölvenni. Úgyhogy, most egy kicsit elgondolkoztam ezzel. Na mindegy, csináljuk már meg ezt. Kell nekünk ez, kell nekünk motor, az is van, és kell nekünk rugó, az meg azt hiszem, hogy a vasban nekem van rugóm. Jó, és akkor még kell 6 darab. 6 darab izé. Mindjárt meg is vagyunk, még 2 darab, és úgyis a... Itt fogjuk ugye előállítani. Oké, okay, meg is van, és akkor itt meg is csináljuk a cement mixert. Nagyon szép, ez is köszönöm szépen. Tényleg ez egy ilyen hagyomány lesz valószínűleg. Ú, itt van egy kettes ilyen. Gyerekek. Jó, 4 percig csinálja ezt, meg lerakom a másik oldalra. Ezt el is felejtettem, hogy készítettem ilyet. De durci. Ez lehet, hogy egymásról... Na, még ide jó, elfél. Ja, csak egyébként, hogyha nincsen megtanulva nekem ez a robotik dolog jobbra, akkor ugye mindenképp csak 2 működik. Szóval hiába rakok le egy 100-at is, akkor se fog több működni. Menjünk küldetésezni, minden oké? Okay? Ja, rakjuk ki a dolgokat. Hát igazából ezt a rugót is ide kellene raknom, nem a vasba, mert ez igazából ilyen crafting cucc. Mennyi pénzünk van? 2000 valamennyi, igazából tök jó vagyunk. Kellene venni looter kaját, meg igazából ezután fel kéne vásárolnom nekem a mili kaját, arra gondoltam, a 42. napot mindenképp úgy szeretne megcsinálni, hogy bázis nélkül, hogy így elökörködünk, hát nem ökörködés lesz, mert szerintem simán meg fogom tudni bázis nélkül csinálni, 42. hordát, és hosszú hordát, tehát dupla hosszút, ez lenne a cél. És ami még a cél lenne, ezt próbálom így vázolni, mindjárt elmondom, srácok, ami cél lenne még szerintem, minél több XP-t kellene szerezni, meg folyamatosan nézni itt, hogy nincs-e acélolvasztás, hogy szükséges ilyen tégely. Szerintem az lenne nagyon fontos. Oké, mi ez? Craft? Miért ad már megint? Mi történt? Te szűrszem már adott? Nem, bassz, begyízev lesz benni, nem? Lehet, hogy ezt benyúlom. Oké. Okay. Ezelőtt is ezt adta, de... Na figyeljetek, megyünk a legközelebbire. Hát jó messze vannak, bassz, 1-2. Infested Cleared, azt nagyon szeretjük. De viszont az inventoriát megnézzük, meg ráadásul megnézzük a... kajcsi dolgokat is. Aha, meg gyors végigpörgetem én. Egyébként... Steel cuccokat kellene majd csinálni, ugye le kéne cserélnünk az ironokat steelre. Az is egy jó dolog lenne. Meg ugye ezeket is jó lenne megvenni, a könyveket mindig, csak most annyira nincs sok pénzünk. Azt nézzük, srácok. Ez mi? Aha, jó. Duct tape-et azt lehet, hogy érdemes lenne megvenni. Hogyha nincs, nem lesz más, akkor lehet, hogy megveszem. Ezt mindenképp megvesszük. 150. Jaj, nem vettem fel a barterező zémet. Ugye lepörgetik az aljára, azt megnézzük onnan. Ez mi ez az azalea? Ez valami növény, valami dísz, mi? Ja, hát ugye ezek is tök jó lennének, de azokat le tudom craftolni. Úgy látom, sok értelmes dolog nincsen most. Lockpick, nem kell. Hát... Nem vagyok happy, nagyon jó dolgok nincsenek most. De a duct tape-et lehet, hogy megveszem. Mennyibe kerül? 1000-be. Azt mindig kell, rengeteg kell, és jó, hogyha van. Mindjárt megnézzük ezeket is. Bartering, barteringes, figyeled, tök jó.
Mondjuk most vegyünk egyet, bár most annyira nem akarok barterezni. És van a 4500 pénzem lett, ne szórakozzál. És más nincs is, izé. De lockpickinges van. Ha egy slotra rakja, akkor meg tök jó, mert akkor itt gyűlik, és mindig a lockpickingre tudom ezt használni. Kár, hogy izé nincs. Mi a hacker? Ó, ez nem kell. Oké, jó, és akkor megyünk is, jó, csináljuk a küldetéseket. Figyeljetek, gyerekek, rendben vagyunk. Innen mi hiányzik nekem? Mi szokott lenni? Lehet, hogy kötszer vagy valami ilyesmi, ugye? Izéket kirakom, azokat a dolgokat, amiket megvettem. Aztán nekivágunk. Egy kicsit tényleg megpróbálok ilyen, de egyébként nem írtátok, hogy most ez a nyugis verzió, hogy kicsit megfontoltabban játszunk, az jobb. Mondjuk Norvég írta, hogy ez végre jobb. What? Bazza, kettő van, de egyébként gondolom, bartering 8. Ó, bassz! Hát nem jó. Hát a ketteset használtam, na, tessék. Már is hülyeséget csináltam, látod? Már is hülyeséget csináltam, jó, meg a benzint akkor dobjuk bele ide. Most már van 9000, az tök jó. A lootba meg, mehet ez, ezt meg visszük. És akkor erre meg rakunk egy lokot. Ez így jó. Oké, gyerekek. Ebből egyébként itt van még 16, ja itt van ez a ezüst, amit majd el akarok adni. Jó, megyünk a rákba, gyerekek. Meg ebbe is kéne modokat venni, meg kellene nézni, hogy nem-e tudunk más járművet csinálni. Az autót azt nem mondjátok olyan túl jóra, mert elég sérülékeny és nagy. Mármint ilyen könnyű összetörni, hát én összetörem a motort is, úgyhogy az autóval biztos kénylódnék. Viszont azt mondjátok, hogy a chopper az tök jó, mármint hogy a nagy motor. Úgyhogy majd meg kell nézni, hogy nem-e tudunk nagy motort craftolni. Ez nem volt jó megállni ezért. Na! Szuper. Szerintem szuper. Hoztunk klőszert is ugye, shotgunt is, sörétes lőszert is, 740, hányas, 743, 747-es, vagy hányas lőszert is hoztunk, ugye, az M4-esbe. Bár ugye, hogyha hitelesek akarnák lenni, azt hiszem az M4-es az valami 556-os, vagy hányas lőszert használ. Tehát ugye az nem 762-eset, ja. Ugye az AK az azt használ, viszont az M4-es az nem az, valami 5-valahányeset. Ugye bár az M16-os is 5-valahányeset használt. Na, milyen hely ez? Mi lesz itt? Te gyerekek, mi már ezt csináltuk, bazze? Nem? Vagy pedig ugyanilyet? Vagy pedig tud olyat csinálni, hogy berobja többször? Itt egyből kutya fog jönni, meg ilyen. Bazze! Te gyerekek! Na majd most látom, hogy itten komoly dolgok lesznek. De az a rendőr az komolyan átlő a blokkor is, bár. Dick! Ez felrobbant itt mellettem. Kivitte a vaskerítést, meg mindent, hallod. És én nekem ennyi HP-m csökkent le. Azért az úgy baba, de... Az úgy nem rossz. Jó, buffoljuk szét magunkat. És hallod, azért az nem gyenge. Hogy ezt ilyen jó bírjuk. Csináljuk ez ellen, nem szórakozzunk. Azért annyira nehéz nem lehet ez. Jó, hát egy kicsit túl bátor vagyok. Nyilván, ilyen cuccba. Mi a fasz van, gyerekek, bárjával? Bazze! Hát mi történik itt? Mi folyik egy gyöngyösen, gyerekek? Felrobbantott töcsém. Mi a fasz? Azt a betyár! Etörtem a kezemet. Azt hogy csináltam, öcsém? Azt mivel tudom megjavítani? Jaj! Etörték a kezemet, gyerekek.
Hallod, ez egy kicsit kevés volt. Ezt ugyanúgy, mint a lábad. Ó, nem jó. Power-atok az nem jó nekem ilyenkor. Hallod, ez kemény volt. Ez durva. Na, legalábbis ez nehezebb, mint az előző ötös. Na, mi van itten? Sanyi, nyugodjál meg. Egyébként van nálam most egy másik kiskutya, szó szerint kicsi kutya, mert a gazdája nem tudott rá vigyázni, nem valahova, és akkor rám bízta pár napig, hát hallod. Úgyhogy ha valami nagy ugatás lesz, akkor annak az eredménye. Szóval előre is bocsánatot kérek, meg néha egy lehet, hogy rá kell figyelnem. Ilyen 8-7-es kiskutya vagy, nem is tudom. A Jankó a neve. Képzeljétek. Oké, na, koncentráljunk, mert most megint elvesztettem a fonat, mert itt a lábamnál Jankó szórakozik. Aztán ide, azzal itt elcsesztem az időt. Ja, viszont elég kemények ezek. A rohadt életben, hogy eltöttem a kezem. És ugye az a power attack az fogja ezt... Várjátok, hogy kell azt a szart lekraftolni? Mindig elfelejtem, az valami... Splint, ez az. Kell hozzá egy csomó minden, jó. Akkor engedjük el. Kifutoltunk mindent? A franc egye meg. Na jó, ezt kell csinálni. Egyébként Negruskaja mondta, hogy csinálja azt, hogy ilyen kraftoljak lehajtót. Csak hajtott, azt dobjam le, és akkor az így megállítja őket. Nem tudom, hogy jó lenne. Jó, hát annyira szarok, nem vagyunk kicsi. Ja, ízéket is... beszél. Mondom, nézzék. Belül szer, vagy mi van? Kellene szedni a... Ez vasból van, ja? Na mindegy, majd rámegyünk a... Mi az? Klotra jobban. Ez tök jó volt minden, basszus. Itt a tetőn lesz majd. Ja, ezt csináltuk már valamikor. Emlékszem rá. Jó, felveszünk mindent, majd a motorba elpakolunk. Na, itt azt mindjárt megrohannak minket. Az élmények. Én bírom ezt a... mi ez? Ezt a fegyvert, ezt a kalapácsot. Ki annyira nem egyébként, úgy vettem észre. De én még el vagyok vele. Később nyilván gyenge lesz, de egyelőre szerintem teljesen frankó. Gyerekek, milyen a foslút, bazze? Mink van, milyen csoking van, lockpicking van, meg a barteringes. Hát ezek nem erősek. Várja, ide még nem mentem be? Dehogy nem. Jó, visszük a murkivótört is. Ezt az ágyat viszont szerintem érdemes szétcsapni. Kell klót, rengeteg klót kell, gyerekek. Ugye a duct tape nagyon sok dologhoz kell. Ez szőnyeg, ez nem? Nem szőnyeg? És ahhoz meg rengeteg klót kell. Szóval ez egy ilyen elég nagy szumi. Ja, itt jönnek rengetegen, úgy emlékszem. Ez valahogy be kéne úgy védenem magam. Hogy értelmesen, oda nézzetek. Mi a fasz? Azt hallod, ez kemény volt, hogy átütött szerintem a falon. Na gyere, gyere, gyere. Zöldike. Jöhet. Az a baj, egyre jobban fáj a keze. Minél többet ütök így power attack-kal, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit sörétezni. Talán ez nem annyira árt neki. Ó, én nem vagyok híve ennek a dolognak. Ja, itt átütött a falon, azért az rendes dolog volt tőle, nem?
Oké. Nem szeretem ezt a házat, ezt a küldetést. Itt meg ugye leesik a tetőről, vagy mi lesz? Valami lesz. Hogy vannak fönn, figyelj, de mekkora cigány dolog? Jó, de nem olyan rossz, ez 3000 XP-ig bejött ezekből. Mi a... Bi. Ez megint mi volt? Ugye et... Mitől sebződtem? Ez érdekes volt. Jó, nem tudom baza mi van velem, vagy én vagyok béna, vagy... Vagy nem tudom, tényleg. Ez nagyon kell... Ó, figyelj, megint ez a kaja is, basszus, ez a... Ez a 90-es kaja, ez nagyon durva ebből is. És oda rész be egy loot. Az a baj, lootos kaja most ugye nincsen. Hát annyi baj legyen. Tök jó lootunk van. Lehet, hogy majd Lucky Looterre fogok rakni, mert nagyon sokan mondjátok, de... Ú, ez jó, mert ez például ehelyett sokkal jobb, ugye? Azt hiszem, hogy arra van. Ú, nagyon mázlist, jók vagyunk. Mármint mázlisták újabban. Meg mehetünk is vissza a traderhez, és igazából meg csak 8 óra, és annyira nem kapkodtuk. Ja, hogy az elején azért egy kicsit volt szívás. Megyünk, együnk egy ilyen csocsit, akkor elvileg ez 100% lockpicking. Nem kell szenvedni, nem törjük össze a lockpikeket. És hirtelen nem tudtam lockpick R, nem, hanem lockpicker. Na gyerekek, mi lesz a nagy loot? Ó, minor helmet, izé, meg ezt dobja ezt gyébánt, tehát ennek ez 900-at ér. Ez jó, nagyon jó gyerekek, ezt leszkrepeljük. 9 fart kidobjuk, meg ezt kidobjuk. És akkor ez viszont tök jó. Ezt a szeget is leszkrepelem, mert ugye tudok gyártani minek. Ezt a mapot, ezt lehet, hogy meg kéne tanulni. Nem tudom readelni. Ja, mert megvan egy már tanulva? Nem tudom felvenni ezt a questet, azt írja. Jóval vagy semmi baj. Viszont annyi lőszert kapok újabban. Tök jó. Én ezt a modot akartam volna berakni akkor már egy ruhámba. Tök mindegy igazából. Még csomó slotom van és az tök jó. És akkor konkrétan... Mi ebbe csak 3 megy? Én emlékeztem rosszul, hogy a 6-osba megy több. A 6-osba, ha, azért is érdemes akkor a 6-os lekraftolni, mert írtál valaki egyébként, hogy annyira nem érdemes a 6-os lekraftolni, de egyre több slot, az viszont megint jó. Na és akkor most már nyílen vannak a slot szávaig, most már tényleg. Ez valaki nagyon nyög, de nem baj, leszarom. Kilutoltunk mindent ugye nagyjából, hát lehet, hogy nem tökéletesen. Itt jártunk egyébként. Végigjártunk mindent? De ja, itt is, igen, földszinten is jó, ott jöttünk be itt hátul. Oké, rendben van. Most próbálok tényleg jobban figyelni, de biztos vagyok benne, hogy valamit elfelejtettem. Van egy ilyen nagyon furcsa érzésem. Nem bírod! A hús az mindig jó. Oké, gyerekek, meg kéne javítanunk magunkat egyébként, a kéztörésünket. Úgyhogy azzal mindjárt kezdünk azért valamit. Craftolunk ilyen csuda dolgot, mindjárt, betrekkeljük. Aztán akkor ne legyen törve a kezünk. Mi az elején egy kicsit megleptek, megmondom őszintén. Ez ilyen nyitott postaládában nincsen, ugye jól sejtem. Ja, egyébként csomó minden tervem van. Ja, várjatok. Van nekünk most már ugye betonkeverőnk, szóval betonra föl tudnánk húzni a bázist. Nem annyira fontos, mert a 42. napon mindenképpen azt szeretném, hogy szemtől szembe a horda. Szóval mondjuk a város közepén, vagy pedig lehet, hogy inkább kint, valahol a prérin, vagy azon a hidon, vagy tök mindegy, hogy hol. Csak az a lényeg, hogy bázis nélkül meg akarnám próbálni, tök bírnám.
Szerintem lenne egy ilyen vicces jellege, meg lenne kihívás, meg lenne adrenalin. Én szeretem, hogyha van. Én nem zavar, hogyha 800-an jönnek rám, meg a halál szélén vagyok, mert úgy szerintem izgalmasabb. Na, kíváncsi vagyok erre a videóra, milyen kommentek fognak jönni. Tök jó, hogy most már akármennyit viszünk, nem vagyunk túlterhelve. Annak örülök. Meg lehet, hogy várjál már. Ez hülye voltam, bazd meg, hogy rossz. Fú, de... és megint ezt adja, bazd, ez nagyon durva. De már az nem kell, de viszont ez nagyon kell. Akkora jó cuccok várnak, gyerekek. Várjatok? Valamit ki kéne dobni, vagy valami csoda. Jó, ilyenből van egy, mint a sár. Oké. Az inventory-ból akkor már, hogyha ez itt van, akkor ezt adjuk el. Oké. Nincs valami olyan, amelyik abszolút nem kell, és azt érdemes lenne eladni? Hát nincs olyan termék igazából szerintem, ami így abszolút nem kell. De milyen jó cuccokat ad, basszus, nagyon beteg. Majd munkát még vállaljunk, hát ezeket érdemes. Ezek meg már jó messze vannak. Oké, gyerekek, tök jó. Mindjárt kipakolunk. Várja. Valamit elfelejtettem, amit akartam, ha már egyszer. Ezt akkor nem kerül semmibe nekünk. Veszünk 27-ért egy ilyet, érted? Ezt visszavesszük. Ez nagyon jó ez a funkció, ezt meg júzoljuk. És akkor a készszörésünk az megszűnik. 24 percig még tart, de... Na, kipakolunk, azt megyünk ám tovább, csináljuk a következő questet. Úrra jó, betonkeverőm is meg lesz, azt is ledobom oda. Meg egyébként, hogyha ezt feluprade-elem betonra, akkor szerintem több cuccot akarok csinálni. Egyébként... Ferike haveromban kitaláltunk valamit, azt nem tudjátok képzelni, mekkora hülyeséget. De mindjárt fogok róla beszélni. Pillantás. Ezt ott van, 9 így. Ezt kirakjuk. Egyébként, ja, ilyenkor nem is nagyon kell néznem, tök jó, mert ugye le vannak lokkolva az olyan dolgok, amíg... várjál már. Visszarakjuk ki egy ilyen köccet, meg visszarakok. Meg így mennyi rengeteg pénzt adnak most már ezek a küldetések, ugye. Rohadt jó. Hát kell nézni majd ezeket a szeteket, mert mindenképpen szeretnék egy olyat, hogy mindenből legyen meg a full set, és ugye az aktuális munkához az aktuális setet fogjuk használni. Ugye amikor így megyünk questelni, ilyen főleg mili weaponnel, akkor azt csináljuk, hogy ugye... Hogy is hívják, ugye ebben a raiderbe megyünk, hogyha fát kell vágni, akkor a lumberjackbe, hogyha építünk, meg upgrade-elünk, akkor mondjuk a izébe, a nerdbe, hogyha bányászunk, akkor a minor setbe, tudod. Egyébként tudom, hogy lehet kombinálni is, de megvan a full set mindenből, azt szerintem az így optimális. Ez tök jó lenne. Ja, meg igen, izé is kellene. Úgyis mindjárt kifutnak ezek a questek, meg ugye át kéne menni másik traderhez, ott is megcsinálni pár questet, és akkor átirányít az is egy másik traderhez. Gondolkoztam azon, hogy azt lenne jó, hogy úgy érne véget a játék, hogy az összes izét ki maxolná az ember, nem? Az összes achievementet, vagy pedig nem is tudom mi ez, minek nevezik itt? Challenge-et. Az összes challenge-et így ki maxolná. Akkor lenne így vége a játéknak, nem? Akkor lehetne azt mondani rá, hogy oké, kitoltam a játékot. Na, a nagyváros közepén, kíváncsi vagyok, remélem valami jó nehéz. Hát lehet, hogy ez nem lesz nehéz. Melyik épület az? Baze, te öcsém, hát itt ez meg vagyok lőve. Rendesen bekeveredtük. Mi a... Nem mondod, hogy a toronyház. Nem mondod. Hol a bajárat? Ott fönn, még oda föl is jussak? Már hülye vagy? Hallod, nem mondod, hogy... Jézus Isten! Nem mondod, hogy ez a toronyház!
Hát ez nem lesz, hogy könnyű. Ez szerintem melyik? Ez az egyik legnehezebb bizony. Helyci. Jó, várj, először is be kell tározni, be van tározva minden, mert szerintem azt elanyagolom. Gyerekek, ezt gondolom ez nehéz lesz. Nem örülök neki, hogy el van törve a kezünk. Oké. Júj, baze, hallod? Erre is, ez nagyon nagy lesz. Rendesen izém van. Rendesen drop, FPS droppom van. Azt nézem, itt egy ilyen kollantyút mutat valahol, pont alattunk. Itt figyelj, itt beugorjak. Fú, a izébe vagyunk. Zavaksorba. A garázsba. Gyerekek! Hát ez mi nehéz lesz? Ezt már előre láttam, hogy ez rohadt nehéz lesz. Egy ilyen toronyház, ezt mind ki kell pucolnom. Jó, hát lutolunk, ameddig tudunk. Elmondom nektek, hogy... Hol a párfasz? Figyeljetek, menjünk sörét, és ha nagyon eldurul a helyzet, akkor megyünk idejébe. Nem ártott volna beborolni ezt a sörétest. Hallod, ez rohadt nehéz lesz. Én már most látom, hogy ez rohadt nehéz lesz. Ez beteg nehéz lesz. Mi az zöld fény, a basszus? Itt mutat... Ja, kapcsolhatnánk egy villany, mi? Fú, te fiú, hát mi lesz ez? Meg ugye ezekben az útvonalat keresni még ráadásul. Jó, hát figyeljetek, szisztematikusan végig utoljuk, meg végig pucoljuk az egészet. De azért már megint kezdődik, hogy... Gyere rá, hogy hol van, vagy... Ah! És ez most... Jébore! Oké. Valami csak lesz. Amire végzünk, meggyógyul a kezünk szerintem. Itt... Ez rohadt nagy lesz szerintem az épület. És ez mi? Van vagy 10 emelet, ennek az összes emeletét végig kell pucoldod? Hallod, még valami robbalik is. WC. Aj, bazán, hát lehet, hogy ki kell oldanunk a lootot, többet kell fordulni. Mondtátok, nyugodtan forduljak inkább többet, mint hogy ott hagyjak minden szart. Itt biztos lenne kemény loot. Kárhogy. Valahogy sejtettem, hallod? Mondjuk, amikor nem millivapernál vagy, akkor is érdemes ez a... Csak egy tudjon támadni dolog. Nincsen modolva ez, azt elég szar ez a fegyó. Meg ugye, ja, ez nem így kellene. Nézzünk semmi, loot. Ilyen helyekre be kell nézni, basszus. Biztos nehéz lesz tényleg, egy kicsit aggódom, hogy meg fognak minket hágni, de talán nem. Meg biztos lesznek olyan helyek, hova majd potyog, ilyen tipikus, nem, hogy leszakad a tető, aztán rád esik egy csomó. Úgy, de jó lenne ez egy automata, ezt nem tudom használni, ezt az automatát. Nem. Jó lenne egy olyan automata, amit tudnék használni. És vennénk belőle lootos csokit. Okosan minden a végig megyünk. Aha, itt van egy ilyen izé. Lángos dolog. Lángos képű, abba. Itt jöttünk be, aha. Följebb kell menni valószínű itt. Hát ez a gond, vagy pedig ott, de itt fogadjunk le van szakadva. Szeressük a lootort, mert ezekben mindig jó loot van egyébként. Úgy gyerekek, ezt a sok izét el kell adnom majd, ezt az injekciót. Mert ugye abból, az nekem nem kell, azt a szteroidot. És abból rengeteg pénzt tudnék akasztani.
Minden zárva. Na, itt csúnya dolog lesz. Már tudom. Itt, ja, nincs izé. Fám, jó, nem craftolunk. Jó lenne az az ajtó dolog, lehet. Hát. Figyelj, ott van, benn kuporog a gyerek, figyelj. Csicska gyerek. Tudjátok mi? Nekem ez a style megy. Nem ragudjatok, de nekem... Nekem ez bejön. Valami jön, nekem ez nagyon bejön. Oké. Okay. Jó, az a baj, hogy fáj a keze, ettől viszont folyamatosan sebződni fogunk itt. A glút azt elvisszük, azt a lyukka magot meg ott rohad meg. Oké, viszont alul volt ugye még a földszinten, ez zártam a gázt, de lemegyek, megnézem, hogy mi volt abban a lukban, lehet, hogy volt valami jó út. Ugye itt volt egy ilyen csodálatos hely. Jaj, érdemes volt, tök jó. Ezek, bírom ezeket a kis rejtett dolgokat, de ezt meg nem bírom, hogy ezt a szart adja itt még. Szuper. Mehetünk vissza. Tényleg okosan ki kéne mindent lootolgatni. Biztos elfagyok valamit, azt írjátok majd. Jó, ami zárt ajtó, de meg nem fogok bevenni, mert szerintem ez úgy van megoldva. Hol mentem? Ja, itt. Szerintem ez úgy van megoldva, hogy el tudunk mi menni zárt vagy ajtó betörés nélkül is. Okosba. Könyvek, a legjobb dolgok. Ez egyébként a legjobb dolgok a játékban, a könyvek. Kicsit nehezebb számítottam, hogy ez a poi, ez jobb, vagy poi, vagy hogy nevezik. Ez nehezebb, de nem tűnik nehéznek egyelőre. Ilyet se hagyunk itt. Pont a gipsz, most már nem tudom, tudom még júzolni? Aha, ezt akartam, mert ez ugye jobb, mint az a bekötözős valami. Mármint az a sín. A gipsz az egyen jobb. Azt hittem, hogy amikor már egyszer előttem rá a sínt, akkor már nem tudom gipszelni, de úgy látszik, hogy igen. Na gyerekek, itt volt a csali, figyeled? Kintről látod, aztán be akarsz érte törni. Ezt a palát, na jó, vigyünk egyelőre mindent. Egyébként csinálhatnám azt, hogy a főbejáratnál fogom és kipakolok. És akkor tudom, hogy de ezt úgy itt, ezt úgy itt fogom hagyni, el fogom felejteni. El fogom felejteni, úgyhogy nem. Ott jöttünk be, ugye? Sorba szépen. Oké. Lemegyünk erre. Itt meg egy csiga lépcső, bazzak. Jó, hát ez valószínűleg erre kell venni. Mindjárt. Mekkora kávégép dik az? Kétcsövű shotgun quality 4-et megtanultok. Gyerekek, itt az első szinten vagyok. Szarál utoljuk magunkat már most. Nézzünk, 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 vagy lássunk, ne csak nézzünk. Rongy, ez mindig jó. Oké, itt volt egy ajtó, szerintem erre kell felmenni. Valószínűleg, valószínűleg. Igen, mindjárt jönnek 2 millióan megint. Kicsit is nagyon érdekes ez a leszkriptelés, nem? Hogy belépsz valahova, aztán így neked rontanak. Nya, mi van még itten? Függönyök nincsenek itt, ez nem az a hely. Jó, zárva. Szépen megyünk, kamerára nyitva van. Nem, én nem ismerem ezt a helyet, úgyhogy biztos, aki ismeri, az... Nagy...
Vágja nagyon. Rendőr zombi, ne bánts engem, mamo. Ezek a csávó megdobjon egy hatost. Hú, egy XP-t kapunk, mert sár. Na, mi volt itt a loot? Itt semmi? Komoly? Dikasz. Vagy lehet, hogy erre kell menni? Nem. Budin, senki nem ül. Ja. Ja igen, írta Nagy Attila, hogy a gombát az bárhova ültetem. Igen, nem úgy volt, hogy ilyen pincébe kellett, vagy valami zárt helyre, vagy valami volt. Nem, hogy nem ültettem ki akárhova. Nem tudom, nem emlékszem. Itt végig lootoltuk ezt a szintet? Nem is nagyon volt mit lootolni, ugye? Nem halt. Oké, akkor mehetünk ki. Jaj, csapda. Tudjátok milyen... jaj. Tudjátok milyen feelingem van? Volt a Dead Island nevű játék, amelyik ilyen nyaraló paradicsomba volt. Játszódott. Ez tök olyan feelingje van ennek a medencés résznek. Csávót lelőttem háta mögül a rendőr zombinak. Azért tudok célozni nagyon. Jó, figyelj, ez a sörétes nincsen felupgrade-elve, nincs rá skill-ragva, de azért így el lehet vele puffogtatni. Jobb minden semmi. Mi ez labda? LOL, mi ez a golyó? Lehet, hogy labdának minősülő tárgyót. Na nézzük. Ez mi zuhanyzó? De jó, tök annyira meg van csinálva. Látszik, hogy azért kurva sokat fog... Oda nézzetek, ezt az egészet kilutoljam. De tényleg nagyon olyan feelingje van, mint a Dead Islandnek, nem? Aki ismeri, az mondja már meg. Ott meg van egy tyúk. Jó kis medence. Murky Water, ide ki lehet feküdni. Dick. Oké, valószínű, hogy ott kell bemenni. Nem hagytam el semmit? Azt lehet, hogy igen, biztos egyébként. Megjöttem, gyerekek! Hát ez nem... Látok fél a gyúrásba, de hogy néztek ki? Legkövérebb zombikat rakták be vaza ide. Big Mama. Az futni tud. Jó, egyébként léptük még egy szintet, elmondom nektek, és azt figyeljetek, meg is fogjuk csinálni. Csak még itt van egy zombi. Jó van. Megcsináljuk. Ugye ezt akartuk. Megvan három skill pontunk. Ezt kimaxolni, és akkor... ki tudjuk maxolni a healing faktort, meg a pain tolerance-et, ami mind a kettő, ugye nekünk nagyon fontos. Na, megborondult az egerem, baze. Egyébként nem látjátok ti az egérultatókat, ugye? Tök fura, mert hogyha bár kapcsolom, hogy lássátok, akkor meg kettőt láttak belőle. És ez tök szar. De tudom, hogy miért. Azért, mert nem a natív felbontásom az, amiben játszom. Mármint nem a monitorom natív felbontása. Mert ugye a monitorom natív felbontása 4K. Ugye az asztalom az abban van. De a játékot azt meg 1080-ban játszom. Hoppá! Várjál már. Fiánkban nincsen valami olyan, ami minket nagyon érdekelne? Stamina regen, run speed. Bartering, baze. Hallod, még ilyen is van bartering? Hallod, ezt megeszed a csokit, megeszed azt. 1500? Ja, jó van, felejtsd el. XP-gain, viszont ez... nagyon drága, 750. Nem veszem meg. Hol motyorognak itt a dolgozók? Itt ezt kilutoltam? Itt van egy szekrény. Rongyocska. Jó, menjünk tovább, mert még nagyon sok van hátra. Jó, egyébként, hogy vezetik a játékost, ez nekem nagyon tetszik. Hogy nem össze-vissza állsz neki lutolni, hanem ugye van egy sorrend. Régenben mindig azt csináltam, hogy furtam magam át mindenen.
Na más, harmadik szint. Még van egy öt legalább. Hopp. Eldrop gyerekek. És az eldropban most már tök jó vannak, tök jó cuccok. Ide dobt a városba? Konkrétan oda. Na jó, azt el is fogunk menni, értem. Fuhú, ennek örülünk. Öröm, boldogság, gyerekek, öröm, boldogság. Ez mindig azt hiszem, hogy há, itt is mindjárt ránk jön nekem. Egyébként rendesen FPS dropom van. A mocskos sok zombi miatt. Viszont itt aztán keresünk most XP-t, gyerekek, bőven. Mert itt aztán lesz egy pár száz zombi szerintem. Hát már megöltünk egy 30-at minimum. 30-at? Annál többet. Ott esik le az airdrop, lol. Szeretem megjelölni, mert akkor nem fogom elfelejteni. Ez is zárva. Hűtőszekrény. Két csont. Figyelj, a csont is finten kell haza. Igazatok van egyébként, rohadtul ebbe a játékba. Mindenre szükségünk van. Itt meg egy irodestő csávó, meg egy... mi az? Motoros gyerek. Ebbe a játékba az minden érték. És itt ez nyitva van, de várjatok, még átnézzük ezt a szintet. Kukucs! Mácska kaja, megesszük. Legalább nem lesz rá gond. Ilyenek helyekre lehet, aztán be kéne menni ám. A budibu, a Murky Water-t kiveszük. Murky Water is jó, mert egy csomó mindenhez kell craftoláshoz. Mármint a maga a Water. Ugye izéhez például, mi az? Glue-hoz rengeteg Water kell. Water Hill. Ez most ugyanoda jutottunk ki szerintem. Fú, de utálom egyébként, hogy amikor így többfele mehetsz, így tök el tudod veszteni, hogy most mit szeretne a játék, merre kellene? Hát nem erre, úgyhogy a másik irányba. Na, ez jó, hogy így terel. Komolyan rendesen szeretem, hogy így terelnek. Jaj, kis huncutok, mi? Ezt utálom, ezt a kis fajankót. Engem az lep meg, hogy ilyen középtávolra is egész jó ez a fegyó. Ezt itt leütöm, mert nehogy leessek, jöhetek újra. Megőrülök. Egyébként nézzetek, milyen szara izzajom a block damage-em. Ugye nincs rá ragoz skill, basszus, és rengeteget kéne bányászni, neki kellene állnom bányászni. Mert ugye betonkeverőhöz kell rengeteg kő, vagyis a betonhoz. Na, megjöttünk. Itt nincs valami rejtett dolog? Konyha. Nagyon gyorsan megsosoljuk a konyhát. A szenet. 11 szén, arra akkor a szükségünk van, gyerekek. Ú, rengeteg zombi hang. Addig gyors kilutolok, amíg ide bejutnak, vagy nem tudom, nem is jutnak be lehet. Az ennyi csontot a csép, na vigyel, nyíró, nem. Vír! Kigyó baze, felugrott két méter magasra. Jó, szét is ütöttem. Régebben volt egy olyan dolog, nem tudom, hogy az még van-e, hogy ugye, hogyha késsel beleszted ki, akkor több húst adott. Mondani, az biztos, az rezet adná, mi? 230 rezet, ne viccelj. Ja, nem, 7-et. Mondtad, akkor jó van. Összesen van 230. Csodás dolgok vannak. Az mi? Agvárium? Agvárium? Na, mi ez? Minek van egy műanyag hordó benne a fürdőbe? Cefrés hordó, gyerekek. Egyébként annyira nem csak loot. Ahhoz képest, hogy már nem is tudom hányadik szintet szedem ki. Ahhoz képest nem sok minden van.
Az összes WC-ből mindent kiszerek, szoros papírt, mindent. Ez egyébként az osz szerintem szoros papírt. Na, 33 darab rongyommal van. Tévét meg leverték. Ez mit ott? Fát, fátod. Na be azért most aztán már belekeveredtem egy kicsit, ott voltunk. Itt is voltunk, itt is voltunk, akkor erre. Jó. Párna, vánkos, gyerekek biztos ezért ott. Nem, bazeg, ez zsák. Bazeg olyan volt, mint egy párna, nem? Oké. Okay. Ez megint zárva van, jó van. Könyvecske. Itt olvasunk rengeteget. Ebben lesz rongy talán, az. Ebben is talán rongy. Nem. Az zárva van, hát akkor mehetünk tovább. Csak lenne szakadjak valahol. Nem, hogy megszívasson a játék. És most oké, okay, hogy ide kijövök. De merre kell tovább menni? Ha? Hallod, gyerekek? Hogy halljátok? Ennek most mi értelme, hogy tudok följebb menni? Ha se létre sebbi, semmi értelme kijönni? Vagy én most vak vagyok? Srácok. Hogy ott kéne elvennem oldalt? De hát én nem nagyon vagyok híve annak, hogy itt ugrálják. De most ez komoly, én újra utálom az ilyet. Ugye meg körülnézünk esetleg, nem? Hát itt voltunk. Ott jött, itt is be tudtunk jönni, meg ugye egyel odébb is a konyhába. De akkor mindenképp bazzeg, arra kell menni. Mindjárt körülnézek én. Hát arra se vegye meg az. Ja, itt is voltunk. Ó, nem vagyunk happy-k. Én nem szeretem ezt. És nem tudom, merre kell menni. Meg gondolom fölfel, de ez mekkora egy hülyeség. Hogy menjek föl? Ó, bazzen, nem vagyunk boldogok ettől. Valamit kitalálok mindjárt, nem akarok leesni, úgyhogy inkább egy kicsit. Hogy de utálom egyébként, nem tud lerakni sehova. Tudod miért? Mert ugye mindenhol izé van. Oké. Okay. Ott a létre. Dika az? Na jó van. Jó, akkor ez nem volt annyira rossz, hogy itten... Szopatják itt a lépet rendesen. Nem tudod lerakni, úgyhogy próbáljunk meg. Hú, de utálom az ilyet. Én nem szeretem, de haragudjatok, gyerekek. Nem vagyok ezért oda. LOL! Azt hitte bed a zombi. Na mi van, nem jönnek a zombik? Kár volt kimondanom, vagy előbb körülre kimondanom, vagy hogy mondjam. Hú, egyébként... Jó, néha megtréfálok, de tovább könnyűnek érzem ezt az egész izét, játékot most már ebbe a szedbe. Később nyilván biztos nehezebb lesz, meg minden. Egyelőre nagyon easy peasy. Ez tök vicces ez a kép. Ez mi? Biztos, hogy lehet a készítők. Telerakták gondolom ilyen easter egg-gel. Az nyitva van. Jó, rá lesz, várjátok, végig lutoljuk. Ez a kanapé, ebből mi jön? Na jó, akkora hülyeség, hogy fa. Na jó, mindegy, nem dobom ki. Hú, ez az épület, öcsém, gyerekek, ez akkora. Hát mindjárt megőrülök. Ez böszmen vagy. Amire végig lutolsz mindent. Tudjátok, milyen feelingem van? Láttátok az én a legendát? Vagy a legenda vagyok? Legenda vagyok, azt hiszem. A legenda vagyok, lehet, hogy legenda vagyok az a címe. Abba volt egy ilyen... Amikor így megy házról házra, és így ki van neki x-elve, tudod? Hogy melyiket lutolta ki már a csávó. Mert ide, itt is ugyanoda jutunk? Aha.
Akkor szerintem arra kell tovább menni, nem? Bár nem nagyon szokás bontani ebbe a játékba, de lehet, hogy erre kell tovább menni. És igen, és menj végig, és ugye úgy szerzett kaját magának, hogy így menj végig a New Yorkba. Hát lehet, hogy jó helyre jöttem. Csókolom, anyu! Hú, itt izé volt, itt csúnya dolgok. Hullazsák, a hullazsákból mondtad, hogy rengeteg dög romlott hús jön, aha. Meg csont, meg mindenféle, de hát mondjuk ez nem annyira fontos. A gyaut szeret, ez fölveszi a keeper. Most már kezdünk fullon lenni, ami nem jó. Majd lehet, hogy egy kicsit szelektálunk. Na például ezt rohadtul nem kell volna fölvennem, mert ezt abszolút nem használom. Meg a tök magot se. Bár a tök magot... A tökre azt mondja... Szoktátok mondani, hogy az jó dolog. Ból jó kaját lehet csinálni, de igazából, hogyha van egy normális jó kajád, akkor teljesen fölöslegestem. Igaz, itt vannak bőven. Hello? Kettő izé. Ápoló réni. Hát jó, ezek nem voltak. Ezek tényleg abszolút egyébként nem te érzem nehéznek ezt a játékot már. Jó, erre kell tovább menni. Biztos egyébként az lesz, meg itt el vagyok, elbízom magam. Aztán közben meg jó, be fogok szívni, gomba nem köl, meg ezek a növények, bocs, nem köllöttek. Aloe. Hello! So sorry! 28. ugyanolyan konyha. Az lehúzta a fejét, Dick! Meg rossz irányba megy. De jó magas gyerekek, alig fér be az ajtón. Ja, erre is lehet menni. Mindjárt kirutoljuk ezt a konyhát is, ne maradjon el. Oh, baze, hallod? Itt öcsém, amire véget ér. Ez nem biztos, hogy a legnehezebb... Pui. Nem tudom, mindig rosszul mondom, biztos. De hogy a leghosszabb, az hozz ilyen apám. Egy jó babkujás vagy mi volt, ez lehet, hogy meg is kéne ennem. Elég éhes is vagyok, meg ugye bufferkodik. Itt meg nem voltam. Rongy. Murky water. Az 100. WC-t lutolod. Fú, ez egy kicsit erős nekem már, mint ilyen... Fú, nem tudom, ilyen nagyon monoton ez az egész, nem? Innen jöttünk, nem? És arra megyünk, aha. Jó. Ha nem itt megyünk ki, hanem... Hú, az... Itt följön lehet lemenni egy szinttel, és szerintem arra is kell menni. Csak le ne essek. Ki van találva az udvonal, tök jó. Na, gyerekek. Álljunk be egy helyre. Ah, ez a kalapács 100%-ig el lehet lenni. Ah, megint egy konyha. Már örülök neki, hogyha nincsen lutolni való meg komolyan. Ezt már kilutolta valaki, gyerekek. Elektrik. Rendes, örülök, hogyha nem kell kilutolni azt a konyhát. Bőr, van nálam, van egy, lehet, hogy ez kirobásra kerül egyébként. Legkevésbé használt cucc a bőr nálam. Ezt annyi van belőle, de sár. Mindjárt megnézzük itt ezt a részt még, mert itt láttam, vannak dolgok. Még egy WC-t kilutolunk. Több szaros WC-be gyukálok, komolyan, mint egész életedben itt. Jó. Ott jöttünk be, oké, akkor mehetünk tovább a kifele. Erre. Ma fölérhetünk, biztos a tetőn lesz a... Várjátok, mennyi kapcsoló meg minden, azt nézem, még mindig följebb kell menni, jó? Oké. Okay. Aha. Ja, és most teltünk meg. Úgyhogy valamit majd okozunk. Na, merre kell tovább menni megint csak?
Megint egy konyha. Gyerek, nyugalom! Nyugodt. Ezt a még az ajtót is kitört miatt. De egyébként horribilis mennyiségű XP. Ott fölvenni nem kell. Itt van egy leak. Itt már viszont föl lehet menni. Ó, jó van. El vagyunk ilyen kis lájtosan itt. Ne, ne! Gyerek, ne, ne tetézz. Felrobban mellettem egy szerelem bomba. Felrobbant és azóta is keresem. Nagyon beindult, arra kell menni, ne ide benéző. Jaj, ne WC van, a szeme álljon meg a készítőnek, hogy ezt így tele rakta bazza minden ezt a rohadt épületet. Na, mehetünk tovább. Hány emeled van még, gyerekek? Hát már mindjárt ide agyhúgykövet kapok komolyan. Megbolondulok itt, már erre kell menni? Itt nem lehet elmenni. Ott van egy idő, egy gyógyszertar. Ez mióta lehet? Nem tudja valaki a lore szerint? Mióta van ez? Ura, jó néz ki ez a város, nem? Jó magasan vagyunk ma. Ma hány emeletet mentünk? Ja, ide, itt volt a leszokott lépcső. Aha. És még egy WC. Hány burki volt nem van, csak ugye érdeklődésképpen. 10 darab. Jól van. Családi fotó, minden van. Ja, itt volt a leszakadt lépcső. Te építkezed volna a hülye gyerek, mi? Hát egész jó adunk eddig. Ez nagyon cigány dolog volt, ember. Ugye beállsz a izé meg. Jó, itt meg kiégett egy épület, egy lakás. Hú, itt sokan lesznek. Tök jó kiégett helyre, berakja ezeket a kiégett zombikat is ugye. Elégtek ők. Bazd meg, mi volt ez? Hát ez nem, ez megint nem volt szép. De ez megint egy olyan hely, ahol nem is jártam, úgyhogy ez jó helyre jöttem konkrétan. Mit tanultuk? Meg mi volt ez a cintányér hang, gyerekek? Ez mi volt, bazd? Hát okosodunk itt rendesen, basszus. Jó, ilyen kukorica maga az annyira nem kell ám. Rengeteg van ott hol. Ugye te, azt termelem konkrétan. Jó, itt egy ajtó. Jaj, de jó. Ide amúgy nem volt hülyeség bejönni, most nézem. Big mami! Egyébként olyat leverek nekik. Szerencsétlenek. Fördülnek egyet a tengelyükre. És 1320 XP. Gyerekek, na most mindenképp szelektálás lesz, bocs, ez. Pumping skin, ez nem kell nekem. Mi az, ami abszolút nem kell? Jó, azt nézzük meg. Figyelj, 9 műanyag szerintem az nem... Azt nem coroz. Na, ez az olajpala, ez se érdekel. Meg a 13 darab ólom se. Bocs, de mindenképpen kell valamit szelektálnom, mert ez így nem állapot. Valakinek itt üt valami csodát, csak tudnám mit és hol. Valami sikerült is neki, mert az kitörte. Viszont ezek jó dolgok. Ez a dolog jó dolog? Szia. Szia, anyu. És most megint hova? Az anyám valagába érkeztem, hallod? Brutál ez az egész, ami itt megy. Hihetetlen, de tényleg? Mekkora egy épület ez? És hol pöcsönbe vagyok megint? Várjál. Jaj, ne. Jaj, ne. Várjál, hogy jöttünk? Így. Nem így. Itt volt a leszakadt lépcső. Át a lukon. Vigyázni kell, nehogy lehessünk, mert megint ugyanoda kerülök. De egyébként most egy olyan helyre szabadultam be. Annak köszönhetően, hogy leestem. Ahol ugye nem is voltunk, úgyhogy ez tök jó. Úgyhogy ez egy... A hülyeségem az meghozta a szerencsémet. Nem itt, hanem ugye a kiégett részre. Itt, és a likor lehet, hogy nem kéne leesni. Ezt mondjuk, hogy én nem vettem észre, az hihetetlen.
Ágyikó, ágyikó, bazz, ekkora hallor, én ezt hál' Istennek csináljuk, soha többé nem akarom ezt, bazzá. Na már csak 11 méterre van az a szapli, amit meg kell szörözni. Ez is, ez sem volt szép dolog, ember. Benne a fürdőbe, jó. Ó, gyerekek, hallod? Már mikor jutunk ki ebből az egész kocsfaszból? Ja, arra kell. És megint jön az ugri-bugri rész, az jó lesz. Ja, nem lesz olyan veszélyes. A mocskos... Ez nagyon mázli volt, hogy nem estünk tovább, és nem tudom lerakni ezt a redvát, érted? Mert ugye... Hülyén van megoldva ez az egész szisztem. Mi volt az? Árnyék? Olyan volt, mintha valami mozgott volna. Blokkot nem hülyeség vinni magaddal, srácok. Tudjátok? Szerintem jobban, mint én. Na, ez biztos egy bírjóval rontanak ránk. Hintes ejtötte a keeper. Hallod, még olyat is leütöttem, aki hátam mögött volt. Könyékkel. Nyugodjatok meg, békébe legyetek! Jó, itt, itt lehet följebb menni. Várjál, elvileg, még mindig bassz messze van, jó. Azt hittem ezen a szinten lesz a szapli, de nem. Jó, hát följebb kell menni. Nem fogok törleni ajtókat, gyerekek. Amúgy is egy kén bassz ez az egész. Megérkeztem, még ennél följebb kell menni, megőrülök komolyan. Azért van egy kilátás, ott a tornyunk, lol. Merre vette sörétet? Bírja be ezzel. Tökét, a tökét. Kisorjáztam a tökét. Tök sorjázó. Ez mibe volt a tök sorjázó haramia? Nyilván! Hátba lőttem, nem volt szép. Bocsánat, végre már valami lesz. De nehogy az legyen, hogy leszakadok a végén a zalagsorba, mert képes vagyok ilyeneket csinálni. Figyelmesen kell, figyelmesen okosor. Köcsinálom majd egy millió glút. Meg nem ártam egyébként megcsinálnom az armor setemet, ugye, a hatost. Ugye képes lennék rá, csak lusta vagyok, mint a dög. Madárfészek, ez nagyon poén, hogy ott van. Nem kell tol, gyerekek. Van egy-két ilyen specifikus alapanyag, amiből kb. Egy dolgot tud csinálni, nem? Mint a toll. Na, hol vagytok? Egyébként eléggé gyengén adagolja zombikat, nem? Mármint nem nagyon viszi túlzásba. Mi a franc volt, ez mi? Ideget találtam el, vagy mitől volt meg ez egy lövéstől? Vagyis mitől kapott ekkora sokkot? Ez a dolog, jó dolog. Figyelj, itt meg ízlő, hogy hamiskodás volt, mi? Ez mögött van a... Ó, de nézzé, bazzá. Ez miből volt? Ja, csak egy ilyen kartonfal. Mekkora köcsökség ez? Virág? Kör nekünk, gyerekek? Jó, hát szereztünk egy közel 100 darab rongyot, az is baba. De hát, még egy WC-t meglátok, rosszul leszek, hallod, ez szerintem már titeket is fáraszt ez az egész épület, de ez borzalmasan nagy. Rendesen kélódok már. Ez vicces volt, nem tudtam erre kifutni. Durva, hogy rendet lehet tenni köztük. Na várjatok, még följebb van a izé. Szapli. Nem akarok a WC-t! Nem akarok a WC-t! Az jó, az jöhet. Kutya bazzá! Ki az a hülye, aki
Tetőre viszi a kutyát, a Dobermann. Na, itt ez ugye Night Only Questnek kellene, vagy lenne ez. De szerintem erre meg nem kell menni, akkor másik irányba. Jól van, srácok. Egyébként ez szerintem a legmagasabb épület a mapon. Tök durva. Hát ez... Meg gondolom a legnagyobb, leghosszadalmasabb ilyen küldetés. Fú, az rendesen fáradok. Komolyan, már mióta csináljuk ezt, hallod? És nem is erre kell menni. De jó vagyunk. Hát akkor merre a nagyjába? Följébb. Hány szint van még, hallod? Ez rendesen bazzom, kikészülök, amire végzünk. Pénz van nálam, leszkrepeljük azt, jó lesz papírba. Jó az a millivapor, hogy konkrétan így nem kell rávalni. Jaj, WC, de jó, akarok még turkálni egy 50 WC-be minimum. Mi ez? Hú, az mi a? Tök jó, valami felirat van, mindjárt megnézzük. Mi a fasz van itt, gyerekek? Ez majdnem meglepett a csávó. De mi volt ez? Mi ez a helyiség? Hallod, itt valami szertartás volt? Vagy csak a halottnak tisztelegnek így? Vagy nem tudom, de elég csúfos. Elég csúfos ez a hely, nem? Nem a leggusztusosabb. Ebből rongyoz, gyűröm. Nem várjatok. Jaj, végre megvan. Meg még egy WC-be turkálás, azt talán akkor már túl vagyunk. Ja, meg clear, ki kéne pucolni a területet. Hát remélem, hogy nem hagytunk el sehol zombit, mert akkor biztos, hogy error vágok, gyerekek. De szerintem ti is. Oda néz. Itt nincs remény, gyerekek. De a rendőr zombi az van. Átütöttem fölötte, bazze. Úrik az, hallod, ez felrobbantotta magát, ez nagyon vicces volt. Ez viszont hitbox hiba volt, mert az simán fejre ment. Itt nincs remény, csak rendőr zombi. A tököm ki van. Jaj, te, várjatok, menjünk vissza, nézzük meg, nem hagytunk el itt valamit. Mert itt megint lólás van. Egyébként ez a felirat, ez marha hangulat. Ilyen, fú, de jól néz ki, hallod. Ilyet kell nekem is majd csinálnom. Az a gond, amikor van ilyen több útvonal, akkor nem tudod eldönteni, hogy most akkor neked merre is kell menni. Érted? Jó, nem erre. Hát, bazze, ez, hallod, ilyet meglátok, még egyszer sem vállalom, komolyan. Ez egy kén. Játék, gyere ám! Remélem, hogy a tetőn vagy valahol legalább lesz egy csomó zombi. Egyel izgalmasabb lesz minden. Mert eddig nem túl izgi. Ez a rendőr zombi. Na, hát már meg lehetné, vagy valami. Hol van a főút itt egyébként? Arra is kíváncsi leszek. Na itt leesek, azt akkor vége a bulinak. Miért kellett ide jönnöm? Hallod, azt nem mondta, hogy oda át kell ugrani, mert akkor mindjárt magamhoz nyúlok. Na jó, van, én nem tüzelek, kockáztatunk. Francia sem bele, de legalább valami... Hát ez jó, de van megint izé, megint túl leszünk, túl terhelve nem leszünk, csak egyszerűen...
Ügyelek. Meglepő volt egy kicsit. Bazd, annyi cuccom van, most miért vettem fel azt a kukoricát, azt meg ki kell dobni. Annyi cuccom van nálam, hogy ez már őrület. Gyerekek, itt tényleg azt kéne, hogy nem tudom, többet fordulni. Jó, de mondjuk vannak ilyen nagyon trash dolgok, amik abszolút nem érdekelnek engem. Úgyhogy tényleg bocs, hogyha valaki ezt nem preferálja, hogy én itt hagyom a tököt. De a tököt itt fogjuk hagyni. Ez gyanús. Jó, az árban van, úgyhogy rohadjon meg. Várja, igazából akkor nem kéne átugrálnom, szerintem ugye ugyanazon a szinten vagyunk. Hát lehet, hogy ezzel egy kicsit hatékonyabbak vagyunk. Na gyerekek, akkor remélem nem lefele kell menni ma. És mi az anyja úristene van itt? Azért ez megint cigány dolog volt, öcső, vagy leszakadt. De jó, és majdnem még lejjebb mentem. Hallod, azért ne haragudjál meg, de túlzásba estek a készítők már, mint így. Amúgy is egy nagy büdös szívás az egész hely. De még csinálnak olyan helyeket is, amik így leszakadnak. Meg ilyen 8 kávét nem is tudom minek hurcolok. Ha egyszer úgyis otthon végtelen mennyiségű kávém van. Ugye azt is például. Egyébként ilyen helyekre érdemes benézni. Nem érdekel a zsír, meg a mag. Na várja, merre mentünk? Itt mentünk. Ott mentünk. És valahol itt szakadtunk le. Várjál, itt mi van? De itt nem is voltunk. Itt megint ez a mocskos dolog, majdnem leestem. Fú, bazzek, hova jabonnom? Ez a játék, ez megvarít. Most érted, itt is. Úgy leesel, mint a szar. Úgyhogy... Hát ez komolyan, egyébként ezt a játékot, aki... Nincs az inventory-ba? Köszi. Köszi! Az anyámat dobja ki. Jó. Ja, meg a kukoricát ugye azt mondtuk, hogy az nekem nem kell. Nya. Hú, mit fogok én kapni, hogy kidobtam lootokat? Kilencedik. Itt nem is voltunk. És komolyan kíváncsi vagyok, hogy... Ugye lehet, hogy nem erre kell volna bejönnem. Azért nem engedett ide be. Ne! Mi a fal? Oda! Asztal! Most nézzétek meg a... Mennyi zombi? Nézzétek a piros pontokat! Mennyit stripper csaj, gyereke? Ennyi volt. Hú, hallod? Nagyon komolyabb mondom, nagyon kemények vagyunk. Krumpli mag, krumpli mag. Jó, azt a krumpli magot elrakom. Ja, tök jó vagyunk. Mindjárt lépünk megint egy szintet, és már megint izélni kell fölmászni majd itt. A csém gyerekek, mi van itt? Itt is bassz a zombik vannak. Már komolyan mondom, mert kontrollálhatatlan ez az egész sör, rüvelöm a sört, nem jó semmire kb. Star Resist, mondjuk a Star Resistet ad. Mi az Brawling Damage? Meg Stamina Rag. Jó, mondjuk ad egy-két jó dolgot.
Az is rengeteg loot, meg ez a rohadt hosszú küldetés. Hát öcsém, ma hányadik emeleten vagyunk? Hallod, ez egy ilyen full napos. Hány? 2, 4, 5. 5 nehézség. Hát de legalább már nem tudom, olyan úgy érzem, már 3 napja csinálom. Jű, mekkora izé. Na, bekapunk egy loppi kaját. Lockpick van, van nálam. Jaj, de jó! Jaj, ne bazd meg, te szemet láda! Ez nyitva volt! Ez nagyon megszivatott. Ez nem olyan volt, és én meg úgy örültem neki, mint majom a farkának. Jó, végre valami értelmes. Még mindig azon a szinten vagyunk ám, csak más erre jöttünk. Hú, micsoda gardrób szoba, öcsém. Szerintem onnan megyek neki a craftolni armort. Most már az elég jól állunk. Retikül. Jó, a bőr, azt nem akartam fölvenni. Csajnál volt egy lockpick, láttátok? Azért az komoly volt. Viszont fölvettem egy olyan, amit nem akartam. Mi volt az, amit nem akartam fölvenni? Bőr, bassza. Meg kettő fa. Meg öt kő, bassza, meg ilyen hülyeségek. Úgy gyerekek, várjatok, lootoljunk még, mert itt voltak, meg szerintem vannak a nagy teremben zombik. Itt. Nincsenek? Hűha! Hűha, megjött a főút! Megjött a főút, gyerekek! Itt az csúnya dolgok lesznek. Én már előre látom. Azt a bötyár, hallod? És nincs izé, nincsen harakiri. Még egy kicsit körülnézek. Ennyi volt. Annyi zombi jött. Gyerekek, ez most nekem túl könnyű az a játék. Tudom egyébként, föl tudom rakni a nehézséget, mindig futnak meg minden keményre. De így... Alapállításon eddig nem tűnik. Olyan rohadt nehéznek. És ez szerintem nem jó. Még egy WC-t kinyitunk, adjál neki, Sanyi. Ja, nincs itt lószar sem a gyerekek. Ennyi volt. És nincs ellenfél a főútnál. Azok voltak az ellenfelek, akik rám futottak. Ennyi volt. Komolyan. Na, de kár, de legalább mondjuk izé van, 100%-ra nyitunk. És nézzük meg a nagy ládát. Oké. Nézzük, hogy valami a csodálatos dolgot tudjátok, egy auger legyen, mert mondjuk ebbe szerintem ilyen military cuccok vannak, nem? Ilyen beeponös vagy ilyen. Na, milyen gyerekek, alszatok, vagy mit csináltok ti meg? Nyújtóznak be ezzel a fővezen. Na! Mondjatok valami jót. Lószer, ez mi? Trap. Kaptam egy ilyen búcot. Hát aztán ember legyen a talpán, aki elviszi. Figyeljetek, most már tényleg szerettálás lesz. A krumpli az levegy a földre. 46 szél levegy a földre, tényleg bocs, meg a ecset. Gondolom, ezek azért annyira nem fognak nekünk hiányozni. Meg még mindig bazereb jó, nagyon nem jó. Tényleg bocs. Én elhiszem, hogy azt mondjátok, hogy jaj, úristen, de muszáj szelektálnom. Meg ez is igazából nekem van annyi, mint a sár. Ez ilyen alkatrészem se kell. Oké. Okay. Azért nem fogok nagyon elférni. Hát tényleg, mik vannak? Nézzük már meg. Motor. Gyerekek, nem tudom, hogy mit csinálok. Hát ide föl, még egyszer föl jönni. Hiszen így, hogy ered vágok. Fú, bezze. Mondjuk ilyen hús, ugye ez egy róka. Ez ismert ki. Jó. Ez rohadtul nem kell.
Most érted, hogy csinálok egy ládát, annak sincs sok értelme, mert úgyse fogok ide jönni, x nap múlva meg ugye resetel a loot. Tudjátok, hogy lenne jó? Az ember tudná, hogy ez hol van, hogy melyik fején vagy az épületnek, és hogy hol van ez konkrétan. Igazából van egy ilyen piros, vagy ilyen rózsaszín, mit tudom én, fény, és ide föl tudná jönni. X naponként, mert azért ebben szerintem az elég epic loot van, és rohadt könnyű. Hát mondjuk azt annyira túl sok loot nincsen, figyeld. Összeszedtük mindent. Még itt egy láda. De ebbe ez volt, hallod? Ebbe semmi. Itt ilyen rothadt hús, annyi. Ebbe ez van. Ebbe meg az. Nem, hát nézzük. Kettő fa, gondolom azt tényleg meg nem lesz nagy probléma, hogy a kettő fát kidobtam. Jó, meg a bőr, aztán akkor elvisszük inkább ezt a kettőt, mondjuk 40 darab. Hát gyerekek, ez egy volt, vagy nem tudom, még följebb menjünk, vagy merre kell menni már? Na most már tényleg nem tudom, nézzük erre. Még kellene följebb menni, mert nincs ki... nincsen az egész még megcsinálva. Vagy legalábbis ugye... Még mindig megy a küldetésünk. Olyan vécébe turkálás. Hú, ez azért nekem nem tudom, ez egy kicsit elfáradta ebbe. Aha, ott van, úgyhogy még följebb lehet menni. Aha. Na még kellene clear-elgetni. Fú, bazza a gyerekek. Ja, itt voltam, jó? És tudom, merre kellene följebb menni? A lift aknába, vagy hogy? Nem, a lift aknába biztos, hogy nem. Hogy az anyámba menjek följebb? Biztos van valami trükk. Itt van egy lik. És a tetőre ki lehet menni. Konkrétan biztos, hogy vannak még följebb. Ellenfelek is. Hát hogy ne lennének meg... De mert hol megyek én följebb? Erre hiába jössz el. Nincs itt lószar se. Nem tudom. Meg vagyok lőve. Mi a franc van itt ekkora nagy térbe? Hol lehet följebb menni? Srácok, most én nem veszek észre valamit, most hol pöcsökbe vegyek följebb? Úristen, miért kell egy ekkora épület? Ez nekem már a sok kategória, nem? 1940-ben majd bejöttük mikor, hallod, ezt tudom, én ezt ebbe állalom el, basszus. Oké, hogy meg nem is annyira volt epic a loot. Itt, ez mi? Megint ugyanad vagyok. Meg ez az utolsó ilyen épületrész, és nincs bazza fölfele, mert... Nincs fölfele menő rész. Hát kellene lenni, nem? Hát legalább lépcsőház szokott lenni, vagy hol az anyám balagában vagyunk. Csak liftek van, itt a lépcsőháza. Jaj, bocsánat, tényleg itt jöttünk be. De most ekkora alapterület, a tizedik emeleten vagyok, hallod, a tizediken. És még mindig van följebb. Most ne haragudjatok, de nekem ez már sok kategória. Na, végre valaki van. És még mindig mutatja, hogy arra figyeled, van lámpa. Nem rossz az a weapon. Csak már nem tudom hol rakni be az előszerét. Ha nem fejrel össze, akkor azért van baj. Na, itt kell tovább menni. Hallod? Ez? Én rendesen elfáradok ma. Meg ember legyen a talpán, aki innen kivisz nem minden lootot. Itt mutatja, látjátok, itt van a lámpa. Még tovább kell menni. Akkor nem ez volt a fő loot? Akkor tényleg megőrülök, öcsém. Na, jönnek a zombik, baze. Nem is kevesen. Millióval. Dika az valahol ezt bekére húzódnom. Egy helyre.
Picit mozogni kell, de egyébként nagyon nem sebződtük. Csak azért mégis valamit csináljunk. Mindjárt megint lépünk egy szintet. Ezt akkor tudunk rakni. A csodát az kijeinkre. Szerintem ennyi volt. Ja, nem volt erős. Kicsit többre számítottam. Na, és most már még mindig clear tier. Még mindig van szint föl, az komolyan mondom. Ezek, az egy őrület, hallod. És ne arra ugyál meg. De ez az épület, ez, én rendesen elfáradtam, hallod. Meg ugye főleg, hogy először megyek, így keresni kell az úrvonalakat is. És ide nem is tudsz bemenni. Lehet, hogy majd fön, ja, ott van a létre, föntről. Semmi gond. Jó, de legalább egy csomó XP egyébként, úgyhogy nem réjjok. Nem sírok utánod. Most már. Madarak? Nuku madarak? És akkor itt tudsz lemenni, és itt van a vége? Hát már jó lenne. Hát, öcsém, ekkora nagy kotla baszamatta épületet. Megint rám rontanak 200-an. Nem. Te bozze! Na, oké, mutatja, hogy hol van már a zombi, mert gondolom már megunta, hogy lejjebb valahol. Jó, hát le is kéne is menni. Még lejjebb van. Hát ez azért az anyád úristen kategória. Még lejjebb, és akkor ott van a zombi. Remélem, hogy csak egyet hagytunk, vagy nem tudom mennyit. Még lejjebb. Még lejjebb. Hol van a lépcsőház? Nem kell a lépcsőház, itt ugye megoldjuk. Még lejjebb. Ott van 48 méterre. Ó, oh, itt van kettő zombi. Úgy nagy baromság, hogy ezeket kell itt te hajtanod. Ez alattunk van, gyerekek? És most meg... Bazen. Jaj, de jó, hogy észrevettek. Mondom, ezeket még megkökerestem, hogy föl kell mennem, megbolondulok. Aha. 36 méterre arra, de fasza. Nem, ez nekem sok volt ez a hely. Ez iszonyat. Nem volt egy cseppet se nehéz. És ezt nem azért mondom, hogy itt most tényleg rajkodjak. 37 méter arra van a zombi. Ott van, baza. De hát itt már voltam! De baza, itt voltunk! A Big Mama hogy került ide? Öcsém, hallod? Itt kellett emiatt szarakodnom még. Hát a Big Mama hogy az anyába került ide? Hol a beceklém, baza? Te! Ez kém volt. Ez, én nem vagyok boldog ettől. Ez sajnálatosan nagyon durván nehéz. Nem nehéz volt, egy cseppet sem volt nehéz. Ez egy borzalom hely volt. Dög, szar, fú, ugye? Hát alig vártam véget érjen, hát itt basztuk a redet egész nap. Meg gyorsan még ezt föl kéne venni, de most bazzem meg én izé, nincsen semmi. Megnézzük, mi van benne, azt maximum visszajövök. Azt nem mondjátok, fölkerült oda bazzem. Azt hittem, hogy fölkerült a ideje ennek az épületnek a tetejére. Na valami jó, valami... jó, van semmi jó. Mi ez? Ranged Weapon, meg skill maga... megint a szelektálás nem érdekel, gyerekek, én nem fogok ezért visszajönni. Jó, az meg a Troid meg Ben, oké. Jó, aztán menjünk, adjuk le a küldetést, legalább az egy darab küldetésünk legyen. Milyen a farkaska majd előre? Husi-busi, és nem fogok tudni, mert a husi... Ja, nincs. Jó, nincs semmi gond. Menjünk, hallod?
Ekkora nagy hóbelebanc, rohadt nagy épület. Fú, hallod, ennek ne álljadok neki komolyan, vagy nem tudom ti mennyire preferáljátok ezt, de egy borzalom volt ez, nem? Vagy ez én éltem ezt így meg, de hallod, 10 emelet plusz a basement, ugye, meg a tető. 12 szintnyi, meg ilyen rohadt nagy alapterületi szart pucolt át. Minden szinten minimum egy fürdőszobával, ami azt jelenti, hogy kipucoltuk szerintem legalább 20 darab WC-t. Hát én ettől nem voltam boldog, ez engem inkább fárasztott, mint szórakoztatott. Ez nem szórakoztatott. Ne legyen már egy ekkora hóbelebanc. Legyen egy katonai bázis, vagy valami, de egy egész lakóépület, 10 szinttel. Hát ez túlzás volt. Ez nekem sok volt. Ja, egyébként a motoromba rakhattam volna cuccot. Ja, várjatok, dobok is bele már csak azért, mert valószínű, hogy fog adni dolgokat. A trailer azt akkor, meg amúgy is ezt ki akartam bontani, meg akartuk nézni. Ilyen trepeket adott. Meg ilyen dartokat. Ja, hogy az izé? Aha. Ugye a Dark Trap. Úristen, ezt nem is tudtam, hogy ez ilyen. Ez olyan jó. Mi ez? Aha, ez ilyen izé, nagy tár, tudod, ez a nagy... Fú, ez jó. Ezt adta. Ja, meg egy-két modot még, ez milyen mod? Full auto mod. Na, ez például azt mondom, a gépfegyverben jó lesz, meg a másik is, ilyen rohadt nagy tár mód. Az azért adja. Lehet két tár mód egyszerre ben? Azt nem tudom. Jó, megbeszélem magamba, mi? Menjünk. Hát elég is volt nekem a küldetésből, komolyan mondom. Hát hallod. Tök mindegy. Adjon valami, nincsen izéd. Night only. Szomorú vagyok. Jó, nem is veszek fel küldetést, mert már nem megyünk el semmiképp, hanem azt csináljuk, hogy fölmegyünk. Rendbe szedjük magunkat, meg átnézzük a dolgokat. Hoppá, skill pont. Tök jó. Na gyerekek, meg ugye föl kéne cipelnem minél több dolgot. Az is jó lenne. Böszme sok kacatom van. Viszont ide jön még 5000 benzin. Na most már van egy csomó benzinünk. Tök jó. Egyébként jó modokat kaptam, úgyhogy örülünk neki. Boldogság van, csak az a baj, innen kiszedünk minden olyat, amelyik is ugyanaz volt. Meg innen is, nem tudom, hogy... Aha, nem, jó. Jó, föl kéne hordani, ne arra ugyatok, maradjatok itt velem, hogyha gondoljátok. Mert lehet, hogy nekiállunk kraftolni egy-két dolg. Hát egy kicsit én elfáradtam ettől. Én ezt tudom, az ennek is állok. Ez egy borzalom volt. Ja, meg azt akartam mondani, hogy ha véletlenül jön sikító zombi, akkor fogunk XP-t farmolni, nem fogjuk megölni, hanem életbe tartjuk, ameddig lehet. És ugye sikító zombi elvileg úgy van, hogy 3-szor sikít, de valószínű, hogy spawnol többet, tehát akkor így ilyen végtelen loopba be lehet kerülni, és akkor folyamatosan tudod farmolni az XP-t. Na várjatok egy kicsit, pakoljunk ki, mert borzalmak vannak itt. Szörvetlen craft, mi még a szörvetlen craftnak számító dolog? Autókerék. Úgy gyerekek, ezt... Ja, kaptam megint egy ilyen pisztolyt? Ja, mert nem volt, ugye? Mondjátok, hogy így volt. Oké. Okay. Hú, 38 darab lockpick, tök jó. Egyébként tök jó dolgokat kapunk. Na, a modokhoz egyelőre kirakom, aztán mindjárt át fogjuk ám pakolni. Ja, a fegyverhez rakom ezt dartot, jó? Az armorhoz rakunk ilyet. Átnézzük majd, hogy mink van. Milyen armoruk. Ja, lenne egyébként van még egy csomó. Fú, baze. Az összes fejlőszert kirakjuk nagyjából. Mondjuk az összeset? Ne. Valahogy így. Csak hogy tudjak hurcolászni, hurcolkodni. Jó sok csontot kaptunk. Mindjárt a murky water-t ezt kiszedem innen is, és akkor egybe. Egybe. Várjál. Azt hiszem, hogy még itt is volt, úgyhogy akkor csináljunk rengeteg vizet.
Oké. Rengeteg gyógyszerünk lett, de egyébként tényleg iszonyat sok van, figyeljetek. És azt mondtam, mindjárt mutatom is. Ez mehet ide. Hogy ezt érdemes lenne eladni egyébként, látod? Meg igazából, amit nem használok, mert vannak olyan dolgok, amit abszolút nem használom. Ja, van 17 darab ilyenünk, lehet megnézzük, hogy mit tudunk craftolni, jó? Meg ugye a modokat is be kéne rakni, várjál. A fához ezt bedobom. A szerves crafthoz ezt bedobom. Meg ezt. Ezt ide akartam rakni. Pia alapanyag az jöhet ide. 12, van 79, azért egyébként, hogy kidobtam volna, akkor sem lenne gond. Ezt be kellene. Jó. Van 94, ez viszont megint jó. Na föl kéne hordani még ám a maradék dolgot, gyerekek. Itt is van még ilyen. Jó, meg a betonkeverő is elvileg elkészült, nem igaz? Ahogy ne. De van betonkeverőnk, azért az csuti. Na, és akkor tudunk csinálni betont, és föl tudunk húzni beton dolgokat. Ezt meg pont ide akartam egyébként rakni. Hajime! És megvan a szemem, és ez azt hiszem, hogy ez oda nézé. 2500 XP, az is XP, az is köl. Várjál be. Itt miért van nálam ilyen? Ez egy shotgun izai torony. Úristen gyereke, annyi cuccunk van már, oda nézzél be az, ami van itt. Ez például szerintem full lesz, kéne scrapelni, nem? Meg az ilyen gránátokat én nem tudom, hogy valahogy is fogom használni. Oké. Okay. Akkor, mi az, amit akartunk még? Le kéne menni a cuccokért, ugye? Jó, sejtem, le kéne. Lemegyünk, meg lehet beleboltunk ott egy sikítósba is. Az se lenne probléma. Gondolkozzunk, mit akartam. Ja, skilleket elosztani, várjál. Van egy skill pontunk, healing faktor. Elvileg, nézzétek, az nagyon durva. 5 másodperceket heal előtt szedjet, az brutális. De ugye pain tolerance, hogyha az is megvan. HP losszod ugye levegy 25%-kal, mármint a HP veszteséget, meg ugye soha nem tudnak besztanolni. Tehát ilyen konkrét full stand resisted lesz. Ja, lehet, hogy arra rakok, és akkor utána még rakunk itt ugye a healing faktorra, és innen egyelőre azt kell majd, hogy ezt fogjuk kihúzni, ugye machine gun-t. Van egy csomó, ami például teljesen ez teljesen lényegtelen nekem. Ez... teljesen lényegtelen. Hát ez majd, hogy nem teljesen lényegtelen. Teljesen lényegtelen. Ez... ki van húzva, ugye, ami kell. Ez... úgyhogy azokat nézzük meg inkább, lehet, hogy mi az, amik lényegtelen. Full lényegtelen, és azokat ugye... hát mondhatja, hogy nem a végére hagyjuk, hanem soha nem fogjuk kihúzni. Mert most ilyen, mit tudom én, hogy jobban bírjuk a... hőingadozást, teljesen mindegy, mert úgyis nincsen szerepe, mert ruhába vagy, akkor fölösleges. Mi van? Na, föl kéne hordani minél több dolgot. Viszont ide... ja, mondtátok, hogy javítsam meg a ládámat is. Ide ezt berobjuk. És még mindig fordulhatok egyet minimum. Utálom egyébként terendezgetni a ládába, de ez muszáj, mert különben nem tudod normálisan kontrollálni. Még régebben, amikor hát szerintem legalább egy 15-20 résszel ezelőtt írta egy srác, hogy minek csinálok annyi ládát, így mindent lebondva. Hát azért, mert látod, hogy körülbelül már kezdenek megtelleni. Mert ugye külön rakom én a szerves, szervetlen craftot, meg ilyeneket. De ugye egy idő után még ez is konkrétan majd, hogy nem kevés lesz. Mert ugye nézd meg, hát a vénfenem az konkrétan megtellett. De viszont ilyet, ezt érdemes leszkreppelnem, mert soha büdös életben fogom szerintem használni. Meg lehet, hogy ezt is leszkreppelem. Nem adott érte semmit a izé. Meg ezt is leszkreppelem. Meg ezt a pisztolyt is leszkreppelem.
Mert teljesen felesleges nekem. Ezt a Magnum Főgyi út, ezt megtartjuk egyelőre. Na még akármi lehet, meg az alapanyagok is ugye itt vannak, az a baj. Ezek az alapanyagok. Lőszer alapanyagok. Na, de viszont, jaj, várjál, még van itt. Te, a túszban mi a pöcsön van ilyen dolgok? Ezt miért raktam ide? Ezt mikor raktam ide? És komolyan? És így hirtelen meglepődtem, jobb azzal, és az lesz a baj, hogy nem fog elférni. Figyeld. És nem fog több férni. És mit tökömet csinálok, gyerekek? Hát mondja meg valaki. Azért van a túszban, mert már nem fér el. De jó, hát ez akkor tök jó. Hogy véletlenül szórtam bele, biztos. Jó, tudom, bocsánat. Kicsit fáradok egyébként. Engem nagyon lefárasztott ez az utolsó dolog. Hát ezeket is minek tartom, hallod? Meg egyébként ez is vépönnek számít, ugye? Na, nézzük. Hát nem fog beférni már, sőt, több cucc. Nem fér be, bazzak. Nem férnek el a dolgok? Na nézzük, akkor inkább rakjuk ki. Ja, meg modolni kellene ugye a... Jaj, a modok is fullon vannak, bazza. Hallod? Hát kell még láda. Jó, mondtátok, hogy a ládáim azok meg vannak sérülve. Hú, basszus, elég keményen. Nézzük már, hogy van-e mennyi fánk. Köszi, hogy szóltatok. Szerintem, ahogy írtátok is, ugye szétlőttem őket annan. Öcsém az ilyen fullosan le volt teljesen lagva. Nézzük, csináljunk. Ami fullon van, az basszus, abban kell csinálnom akkor. És ez minimum kettő darab láda. Remélem, hogy ez nem okozza azt, hogy itt túlterhelem itt a dolgokat. És szép lenne, még ez leszakadna itt, nem? Kell a modnak, meg kell a fegyónak. Hát ez gratulálok magamnak, nem? Hogy már nem fér hova. ...29 ilyen. Júj! Jaj, baze! Egy csomó, annyi mindent kéne csinálni, és megint izai van, megint itten rohangálok, meg várja, itt láttam 24 ilyet. Ezeket mind el fogjuk adni a francba. Na, menjünk sorba. Akkor ide is kell egy fegyó. Oké. Okay. Megnézzük meg a másik, a túlban nem maradtam fegyó, de van, maradt egy, és ezt le is fogom scrapelni, mert ötös vas, leszarom. Ez, ebben mi van? Ebben van valami mod. Ebben ezekben nincsen, jól van. Ja, ásom nincsen, kellene majd egy fémás, egy jó fémásot csinálnom. Jó, ebből kivesszük ezt a modot, és leszkrepeljük ezt is. Bocs, gyerekek, hogy ezt itt szarakodok, de rendet kell raknom, mert ez egy törület. Figyelj, az eladó cuccokba berakjuk ezt a térképet, jó? Kaja, alapanyag, menjünk végig mindenem, oké? Okay. Gyógyszer. Egyébként ezt a fajtát, ezt leszkreppelném, mert rongeteget 75-öt ad, nézd meg. Mert azt úgyse fogom használni, bőven van mindenből. A vasot rakjuk beolvasztani, ha már egyszer van. Ugye a fegyóhoz megy még ráadásul ez is. Nem tudja berakni? Nem tudja ezt se berakni. Nagy szívás az, az egész egyébként, komolyan mondom.
És rendesen elfáradtam, szellemileg elfáradtam ebbe a hacocáréba itt, ami ment ez a rohadt hosszú küldetés. Ez nekem ez nagyon nem adta. Fú, ez nagyon nem adta. Az alkatrészek is rengeteg van. Jó. Egyébként ezek is konkrétan, lehet, hogy inkább a fegyverbe kell lennének, de mindegy. Várj, eznek viszont nem itt kell lennie. Van 500 darab papírunk, 600 darab papírunk. És armor, nézzük ez milyen, ez Lumberjack. Miner, nerd. Ez a lumberös. Hát figyeljetek, úgy kéne elpakolni. Raider az abszolút nem kell egyébként. Raider. Miner. Úgyhogy a miner az jöhet ide, kedves. Nem, ezeket nem pakolom el, amik egyelőre nem fontosak nekem. Miner. Úgyhogy minerből konkrétan majd megvan minden. Ugye megnézzük, hogy esetleg nincs. Ezeket is egyébként tök leszkrepelhetném, semmi értelme nem. Nerd. Itt a nerd kezes. Nerd. Tökéletes. Szuper. Oké. Nekem ez a három kell leginkább. Miner. Lumberjack és a nerd. És ugye ami rajtam van. Ugye, hogyha valami olyan specifikus dolgot fogok csinálni, akkor azokat fogjuk használni. Na viszont a modokban már megint van itt egy ilyenünk. Kettő lárányi mod. Az a baj, ugye ezek nem stekkelhetők, tehát így egy az egyet foglal. Hiába belőle 5, akkor is ugye egyet foglal. Tehát ugye 5 darab az már 5 szolatot foglal. Az egy kicsit ilyen nem valami jó. Na jó, maradékot felvordjuk, azt annyit csinálunk, hogy megcsináljuk a fegyvereket, meg is kéne javítani őket. Meg el kéne kezdeni hatos, megnézzük mi kell a hatos armor setemhez, hogy akkor legyen fullos. Kapunk ugye plusz mozlatot is tőle, úgyhogy mindenképpen megéri. Gyerekek, a fasz, mennyi kacat, öcsém. Mehetek még egy kört. Ja, ezt lehet, hogy gameplayen kívül kellett volna megcsinálnom, de hát hogyha gondoljátok, akkor nem tudom, kinyomjátok, aztán nem nézitek végig. De hát ezt be kellene fejeznem. Szuppi. Ja, egy ásót kéne csinálnom, és így elrendezve az egész jó. Hú, ez is tök jó, hogy kaptam meg. Kaja is, annyi kajám van. Azért nem is nagyon zavart, hogyha nem tudtam elhozni mindent. Meg hát itt van 7, ezt is már csak azért eszem sokszor, hogy buffolódjak. Na, megint elejétől gyerekek. Nézzük, kaja alapanyag. Mennyi lőszer, te Isten, hallod? Az a durva. Úgyhogy ezeket lehet, hogy azt kéne majd előbb-utóbb, hogy külön pakolom. Na viszont itt van az armor, a minor arm. Ugye? Itt van. Full minor set. És a minor set, ugye block damage-et ad erre. Meg a ore harvest bónusz, figyeled, nézd meg. Ore block damage, ugye, mármint ilyen ért block damage. Ez bónuszt ad rá. Tehát, hogy szeded. Ez mining tool stamina cost. Nem fáradsz tőle annyira. Ez is rohadt jó. Ez meg csak annyi, hogy zuhanás. És mi a izéje? Mi lehet a bónusza? Majd mindjárt megnézzük, jó? Hú, annyi mindent akarok csinálni, bocsánat. Várj, megnézem, kíváncsi vagyok, mi a bónusz. Bónusz, amit kapunk rá. Nincs bónuszunk? Miért nincsen? De van, várjál. Na mit adott bónuszt? Hát csak annyi, hogy nem degradálódik. De egyébként oda nézd mekkora cool.
Ilyen, tényleg ilyen izé, így van megcsinálva. Ez nagyon tetszik. Na, viszont visszavesszük a másikat. És akkor ez megvan. Ez tök jó, hogy megvan. Megvan a full set. Öröm van és boldogság, ne vicceljetek gyerekek. Ugye minden ad. Lockpick speed, figyeld. Lockpick szakaszt ad, ez a set, ez a rugó set. Nagyon jó. Ezek meg ugyanazok. Oké. Na. Csináljuk basszus, mert már nem tudom mi van. Egyébként az eladó cucc, ja, nem a pénzt nem rakom ki. Kaja alapanyag. Kész kaja. Ebből is passz, mennyi van, te édes Isten. Kész pia. Szelves kraft, vagy szelvetlen kraft. Egyébként van itt benzinünk, tudom, hogy lent is van. Van 18 ilyenünk. Jó, de jó, ide ezt meg az alkatrészbe fogom rakni. Meg ugye ez is mondjuk alkatrész, meg ez is. Meg vannak megint morgyaink. Meg a szervetlen kraftba megy ez. Na jó, oké, végre. Ah, üljünk hátra, komolyan mondom, elfáradtam. Rendesen elfáradtam. Ez lehet, hogy hülye hangzik, de elfáradtam. Amit kellene csinálni még, neki kéne állni, kraftolni. Viszont ahhoz, hogy tudjunk olyat kraftolni, ahhoz kellene ilyen. És azt hiszem, hogy 6 darab kell egyhez. Na mindjárt megnézzük. Raider Boots. A 6-oshoz kell ugye 6 darab. Oké. Tehát, akkor kell ebből nekünk. Hány darab part hiányzik? Hiányzik? Vazza, mit akarok? 3 darab part. Nekünk van 4 darab ilyenünk. Tehát akkor tudunk craftolni belőle 3 partot, meg tudjuk csinálni majd. Meg még tudunk csinálni, én arra gondoltam, hogy ilyet. Egy acélt. Csinálunk belőle 6-osat. És akkor full szedbe leszünk, meg full lesz a izénk. A tudod mink. Akkor jó. Viszont akkor ehhez kell. Ehhez mi kell a 6-oshoz? Ugye nézzük, megnézzük. Amit tudunk, akkor azt tök jól megcsinálni. Ehhez kellene 6 ilyen, az a baj, 60 acél, és még nem tudunk acélt csinálni. Ja, duct tape is. Mindegy, amire nekünk szükségünk van, hogy majd le tudjuk kezdeni craftolni, az ez. Tehát akkor ilyet kellene csinálni. Armor crafting kit. Meg enélkül semmiképp nem megy. Úgyhogy armor crafting kiteket kellene csinálnunk, sokat. Legalább, ugye 6, 12, 18 darabot. 18 darab kell. Akkor vegyük ki ezt. Meg is lesz, gyerekek. Meg is lesz a 18 darab. És a duct tape, azt hiszem, hogy az is van. Pont 18 darabunk. 18 darabot le tudunk. Várjál! Stop! Nem kell 18 darab, hát nekünk van 6. Hanem 12 darab kell, ugye, hozzá? 12 darab kell. És akkor a full sethez megvan. Ugye? 6. Szuper. 12 darab kell. Ennyi az egész. És akkor meg vagyunk. Kurva jó. Szuper. És akkor megvan a full 6-os setnek ez az alkatrésze, amelyik igazából a legnagyobb szopás. 18 darab. Mert ugye 3 part. És 6 darab kell egyhez. Ami még nagyon kell hozzá. Ami nagyon kell hozzá, az nem más, mindjárt, ugye az acéllal leszünk hadilával. Úgy kellene 75 darab iron. Mennyi? Igen, az meg is van. Kellene ugye egy ilyen, abban ez megvan. Kellene ebből 75 darab bőr. És itt van a bazar bőr, mi? Hogy kell? Jó, az is megvan.
Ugye ez is megvan, a bőr is megvan, ez is megvan, ez is megvan. A steelből kellene 75 darab. Abból csak ennyi van. Jó. Kettőt le tudunk craftolni konkrétan. Vas. És akkor jöhet az alkatrész. Szuper. Oké. És akkor tudunk, ugye nem bootsunk az van. Akkor kellene mondjuk egy fejest, meg lekraftoljuk meg a fölsőt. A fejest és a fölsőt. A fejest. Ja, bocsánat, itt kell megcsinálnom. Megcsináljuk a fejest. Megcsináljuk a fölsőt. Tökéletes. Ennél jobb nem is lehetne eddig. Az acél a nagyobb hadilában állunk, gyerekek. Az egy kicsit problém. Mindjárt modolunk mindent is, mert ezeket... Bocsánat, ezeket meg kell csinálni, gyerekek. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy a francia nyemek, hogy ez egy ilyen... tökölés, úgymond. És ebből már négyet tudok rakni, úgyhogy jó lesz szám, gyerekek. Modi. Oké. Okay. Jó. És akkor ezek meg, hát ezek megmennek a levesbe. Egyelőre beszórom ide, aztán majd valami lesz. Oké, okay, viszont akkor tényleg azt kéne csinálni, hogy ezeket már szét kéne modolnom. Ha már egyszer. Úgy gyerekek, ez nagyon jó lesz. De egyébként Star Resist 100%. Meg ugye a izé is ad. Az a skill. Aminek akkor igazából annyira nincsen értelme, de mondjuk van. Mert ugye nem csak azt adja, hanem redukálja a HP veszteségünket is. Úgyhogy Stunwall-i biztos, hogy nem fog minket semmi. Mert konkrétan a fejesünk is Stun Resist-et ad. Mennyi különbség van az 5-ös meg a 6-os között? Hát mint izébe? Statokba arra vagyok kíváncsi. Heavy armor ratingen 0,1. Meg a durability-je jobb, meg hát ugye leginkább az talán jó, hogy még egy slotot kapunk, szóval annyira nem rossz ez a dolog. Na, akkor gyerekek, akkor ezeket meg kéne modolni, meg várjatok, meg kéne néznem, hogy akkor ez a steel hammerhöz, a 6-oshoz, az a baj, hogy ez kellene egy 60 darab azzal. Ez kurva sok. Szerintem megvan a parts, meg minden megvan hozzá, a hammer parts. Van 50 darabom. Csak izény, az nincs, ami kellene. Na nézzük akkor, mit kellene bepakolni. Mondjuk akkor kezdjük a fejessel, jó? A fejesbe mindenképpen akarnék belerakni ezt az XP-t, meg a loot stage-eset. Ez szerintem egy jó dolog, ugye? Ezt rakjuk bele. Én nagyon szeretem, hogy van fejlámpánk, mert mindenképpen rakunk bele. Megnézzük, mit lehet még belerakni, jó? Fogjuk, és... Van egy ötletem. Van egy ötletem, várjatok. Ugye most ezt nem kell... Fúj, bocs, egyébként tényleg, hogy eddig itten tök a része is van, de... Az alkatrész, ez mehet ide. A vas, ez mehet ide. Meg ez az alkatrész is mehet ide, és akkor azt fogjuk csinálni. Meg fogtok őrülni. Kiszedünk kurva sok modot. Ezek jó, ezek weapon modok. Ez miért pöcsövet keres itt, hallod? Oké, okay. És akkor azt csináljuk, hogy a 6-os nyomunk egy modit, és akkor át tudjuk nézni, hogy mit tudunk mi belerakni, érted? De szerintem ilyet nem lehet belerakni még egyet. Ezeket az attribútor módosítókat nem tudod belerakni. Amiket tudnánk választani, az nem más, mint Noise Reduction. Szerintem semmi értelme, hogyha így megyünk Terminátorba. Fejlámpa, benne van. Éjjellátó nem szereti a Keeper, úgyhogy konkrétan semmi más nem tudok berakni, mint zsebmodot. Hát akkor azt mindenképpen rakunk bele zsebmodot. Jó.
És azt kell megnéznünk. Igen. Ha fölveszem, akkor még kettő darab hely, még ott üresen van. Mármint azt még le kellene tolni. Tehát akkor rakunk bele még egy ketteset, és akkor az így frankó. Ugye mást úgy se tudunk belerakni, sem nem is lenne nagyon értelme. Oké, gyerekek. Akkor jöjjön a fölsőnk. A fölső az gyakorlatilag full üres, de már nincs rá szükségünk, hogy ilyet rakjunk bele. Úgyhogy ez érdekes lesz. Akkor fölsőbe mit érdemes raknunk? Fölsőbe konkrétan tudunk rakni ugye reloadot. Ez jó. Kettő reloadot nem, kemény lenne. Tudnánk rakni bele ilyen modot, de teljesen fölösleges, mert nincs izéje. Már ki van maxolva, úgyhogy noise reduction-t azt tudunk rakni bele. És semmi más módot nem. Már nem érdemes rakni bele ilyet, az a baj. Látod? Úgyhogy kettő üres slotunk van. Nem tudom, hogy... Egyébként van egy-két mód még, amit ugye lehet rakni. A noise reduction... ...en kívül, vagy van az a cérna, amelyik azt hiszem, hogy gyorsabbá tesz. Ilyen... A speed redukálást ugye csökkenti. Jó, akkor ezt cseszhetjük, semmit nem tudunk belerakni. Akkor a többi, az meg ugye igazából marad. Mert ezek már meg vannak ragva. Gyerekek, ennyi zsebmód van benn. Egyébként régebben volt nekem, csak nem tudom, hol a rákba van. Az az esésgátló. Mármint egy olyan módom, csak azt szerintem valahol elhagytam, lehet egy másik bázison. Oké. Viszont akkor gyerekek, most ilyen modokat, ez is jó, csak nem lehet belerakni izébe már. Ezeket visszarakom. Egyelőre, pillanat. És ezzel a gépfegyverre kéne még valamit csinálnunk. Nézzük át ezeket a dolgokat. Ebbe kellene, ugye van ez a kettő rajt, viszont szerintem ezt a tármódot kéne beledobnom. Ez valami epic, brutál nagy tár lesz. 60-as tár. Jó. 45-ös helyet. Szerintem az egy baráti dolog. Ez mit csinál? Növeli a sebzést, a távolságot és a célzási fontosságot. Hát is van, de valami viszont valamilyen lesz. Van bipot. Aha. Van bipot, amit pontosságot növel, meg tudunk rakni ezt, ami elvileg megint jót tesz. Úgyhogy ezek szuperek, ezek jó cuccok gyerekek, ezek kellenek. Mást nagyon nem is tudnál belepakolni, úgyhogy ez jó. Az látszik is rajta vajon? Szerintem nem, csak a távcső látszik. Jó, viszont 60-as tárunk lett, meg ugye jóval pontosabbak vagyunk, és távolabbra is lövünk. Ez viszont szuper. Nézzük meg ezt. Ugye még ezt is meg kellene. Ebben ezek vannak. Elvileg még van egy slotunk, amivel tudnánk egy ilyet. Staminát csökkenteni, ami szerintem azért az egy elég baráti dolog, nem? És miért nem enged, hogy belerakni, bazd meg? Ez nekünk nem kell, szerintem elmiatt jó. Nézzük meg, hogy esetleg nincs-e még olyan mód, ami ebben jó lenne, de szerintem egyébként nincs. Hát ezeket nem érdemes belepakolnom. Nincs abszolút. Ez mi? Ez nem kell. Ugye meg ennek ugye most akkor... De várja, valami nem stimmel. Ez nem jó. Nekünk kellene még egy mód ebbe, ami ez. Ugye meglátjátok, mindjárt meg is mondom, hogy miért. Mert az azt csinálja, hogy full automata lesz a lövése.
Ugye, abban nem automata, hanem nekem kell nyomkodnom, de így. Figyeljetek. Egy full automata lett. Eddig nem volt az. Úgyhogy ez egy baráti dolog. Na bazd meg, itt felvettem mindent. Oké, srácok, akkor ez így jó. Ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni szerintem már. Ugye az a baj, hogy ezek izére baseball ütőre valók, szóval ez így valószínű, ez így marad. Ugye, már nincs semmi, amit rá tudnék rakni. Ma mi értelmes, úgy értem. Jó, ezeket visszarakom, ezeket a modokat. Oké, gyerekek, ez így egész baba lett. Szerintem most így elég jól összeszedtük magunkat. Oké, szuper. Ez a fegyvert is jól megcsináltuk. Javító készletem csak 2 darab van konkrétan, tényleg? Ez elég szar. Túloknál én sincs sehol. Úgyhogy ezt kell csinálnom. Bocs, hogy itt tényleg tök a része is van, de... ilyet csinálunk. Ehhez is kell ez a rohadt duct tape. Meg ugye kell hozzá vas. Meg kell hozzá duct tape. És azt fogom csinálni bazzel, hogy nekiállok glút főzni, akármi is van. Csontból minél többet. Mert ez így nem állapot, gyerekek. Viszont Chemical Station-en hatékonyabban főzni a glút. Mondjuk a csont mennyisége változik, szóval annyira nem gond. Jó, 37 darab. Ja, glú kell hozzá ugye, meg ugye ez rongy, duct tape-hez. És a duct tape-ből rengeteg fagy. Na, így már egy kicsit jobban érzem magam, hogy ezek lettek. Jó. És akkor ezt lecraftoljuk, lesz belőle, megjavítjuk a cuccaikat, lesz egy csomó duct tape-ünk. Aztán így akkor el fogunk lenni. Azért van egy csomó pénzünk, úgyhogy majd költekezni fogunk, le fogjuk vinni azokat a dolgokat is egyébként, amit el szerették adni, hát fölösleges tárolgatni, ugye? Itt van azért, ez 1200-at ér, ez 600-at, ez meg megint 700-at. Na látjátok, most ez így egész jó. És akkor ezeket viszont fogjuk, mindent is megjavítunk. Jó, ezt majd csinálom utána, javítsa meg. Azokat nem javítjuk meg, azok elég jó állapotban vannak, jó? Ja, meg van itt egy módom. Igen. Ezt fejezze be, amit elkezdett. Meg még egy dolgot kirakok. Legalább akkor most így nagyjából mondhatni, hogy egész jól vagyunk, nem? Ugye? Modok körülbelül jók, írjátok meg esetleg, hogy valami, úgy gondoljátok, hogy nem. Hogy valami nem stimmel. Valamit elnéztem, nyugodtan. Oké. Szuper, fő a glue. Itt föl a még egy csomó víz, tök jó. Kukoricánk az meg, fú, ez így a rekek, bocsánat, bazzek, komolyan mondom. Biztos utáltok, de... Várjátok, ezt késsel nem lenne jobb. Ez egy gyorsabb bazza, nem? És megnézzük, hogy miből van kevés, és abból fogunk sokat csinálni. Elképzelhető, hogy kávéből annyira nem kell, mert ott vagy 70 darab kávém. Nézzük, hogy milyen magunk van. Krumpli magot azt nem szereti adni egyébként. Komolyan mondom. Krumpli. Szerintem a krumpliból van legkevesebb. 16, nem. Figyeljetek, tudom én csinálok egy 2 darab krumpli magot. 3-at. Akkor is még maradt 38 darab krumpli. Kukoricám az annyi van, mint a sár. Azt nem is annyira erőltetem.
hanem inkább a krumpli magot. Mi van, bába, az a reggel van, úristen, akkor ez lett egy 2 órás videó megint, mi? Hát megöltek engem komolyan. Csinálom kukoricát is. Meg azt hiszem, hogy kukorica magom az van még itt is. Ja, meg még itt egy krumpli magom is, baza. Krumpli mag. Maradék meg kávé mag. Azt akkor nem kell magot csinálni. Meg talán még itt is van kávé mag. Oda nézzetek, gyerekek. Szuper. Tele vagyunk mindenfélevel. Mindenféle kaja, mindenféle pia van. Kaja alapanyag, figyelj, ez nagyon durva. 125-70. Krumpliból kevés van, ja, krumpliból van kevés. Pia alapanyag, kávé, 106. Nagyon durva. Na viszont most lett egy csomó áttépem. Abból rengeteg kell. Tényleg, abból rengeteg. Mit akartam? Pillanat, nézzük meg itt a dolgokat. Itt föl a glú, itt szerintem a víz az... Figyelj, ott rohadjál meg. Pia alapanyagba megy be, mert mást akarok egyébként csinálni. Ízét akartam csinálni, akkor főzzünk kaját, mert az... Szeretem ezt a kaját, nagyon jó kis buffer. Buffer. És kell hozzá, víz kell hozzá. Azon mindig elcseszem, mit nem horakok hozzá. Kukorica! Nem vettem ki a kukoricát. Most már biztos lesz. Ez kell lekög. Mi van? Mi van? 19 darab gyerekek, hallod? Fú, nagyon jó vagyunk! Imádom, nagyon jó. Hallod? Végtelen kajánk van. Végtelen kajánk. Szuper, jó. El is búcsúzom, aztán innen folytatjuk, akkor megyünk küldetéshozni. Jó, mert most viszont tök jó, elpakoltunk, mindent elrendeztük, mindent, nem az van. Egyébként ezt nem tudom minek hordom, egyszer úgy nem szerek szét semmit. Nem úgy, hogy ezt lehet, hogy ezt ki fogom rakni, azért, mert konkrétan nem nagyon szerek szét semmit. Inkább vigyünk egy sörétes paklőszert. Ezt így akkor elmegyünk, jó? Meg viszünk egy ilyet. Ó, bányi lőszerünk van, te Jézus! Igen, acél kellene, sok acél, vagy pedig acél, los, acélos, mi az? Jó, hát konkrétan így neki indulhatunk, semmi nem kell nekünk. Szuper, fú, ez is fullos lett, meg nagyobbat is sebez, meg elvileg messzebbre hord. Nagyon örülök ezeknek a dolgoknak, megmondom őszintén. A cementet, cement, small stone kell. De a cementet azt meg elvileg úgy égetett ki. Tudsz aszfaltot is, tényleg tudsz. Elvileg a cement. Cementet úgy égetett ki, stoneból. Rengeteg stone kellene nekünk, gyerekek. És azt szerintem rohadtul nincs. Konkrétan 92 stone-om van. Az a baj, el kell kezdenem építeni, vagy izélni. Furni. Annak nem nagyon örülök, mert nincsen mind skill-re semmi ragva, hallod. Az nagyon szopás lesz. Ugye erre kellene rakni. Block damage 120%, máda. Itt meg block damage 150%. Hát ez nincs kimaxolva, akkor ez nagyon-nagyon nyögvenyelős. Csak az a baj most, annyi mindent kéne csinálni. Na jó van, elbúcsúzok gyerekek, innen folytatjuk. Írjátok kommentet, és akkor a top kommentet mindenképp beolvasom, és egy szabadon választott, amit én választok, egy olyat is. Jó srácok? Na, köszi szépen a figyelmet, írjátok nyugodtan észrevételeket, hogy mi az, amit elrontottam, mi az, amit nem, meg mi az, amit esetleg jó volt. Azt a rohadt épületet lutoltuk ki, gyerekek, azt. Ez akkora az alapterületre, mint a félváros, hogyha úgy veszitek, hogy szintengén. Nem csak addig tartott, én engem elfárasztott, látjátok is így a végére azért. Leginkább szelevére elfáradtam, de hát jó van, majd lesz még jobb is. Köszönöm a figyelmet, jók legyetek, csá!